egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Indul a műsor, ami kimossa a csipát az emberek szeméből. A stúdió bal felső sarkában ülő, szürlő de minyó, a mindig szószátyár Zsül! A jobb felső sarokban az ország összes sötét ajtaját benyitó Juli! A plafonon a mindig jól odamondó Anna! A körközetén a mindennap történelmet író Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán az Olimpos tetején az élő Isten! Sebestyén Ballesztofanész Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsi! 6 óra után 15 perce jó reggelt kívánom mindenkinek, gyerekek, kutya nagy cél van, csak mondom. Tényleg? Úgyhogy legyetek óvatosak, Mária Júli téged is benyomlak, jó reggelt, csáó, hello, Eszter. Nincs, Júli van és Feri van. Hova tervezünk? Egy embert nem fenyeget a veszélye a széllel kapcsolatosan, az pedig én vagyok. Na miért? Hát, hogy engem 120 kilót csak nem kap föl, mert Júlit a maga 60-jával érted, sok így viszi el. Hát azért ez engem se. Köszönjük, hogy figyelmeztetél bennünket. Igen. Gyerekek, jó hűvös kedden, még nem jön a hideg front, de már olyan hűvös a szél. Kinn aludtam éjszaka a teraszon, azért az úgy hűvös volt. Hát, várj, ezt meséld már el egyébként, te hogy kerülsz ki a teraszra, vagy ez hogy indult? Egyszer kizártak, és jó, aki rájött, hogy ez jó. Nem, rájöttem, hogy nagyon szeretek, most már egyre jobban szeretek szabadba aludni, és október végéig tervezek minden éjszaka. Kinn fekszem a csillagos ég alatt a teraszon. Akkor ez önkéntes volt ez a választás. Teljesen. Kiszámüsszek. Nem, önkéntes volt, Balatonon már nagyon sokat aludtam kint a pergol alatt, és rájöttem, hogy nagyon jó szabadba aludni. Hőmérséklet csökken, jobban alszol, mélyebben alszol, és kinn, most is kimegyek a teraszon. Mi a helyzet? Nincsen nagyon. Rád nem mennek? Hát emeletes a ház, és ott valahogy ott azon a részen nincsen, lerakok itt csomó mindent, ami oda kell, és ott alszom. És úgy betakarozom, fölnéz, és ott a csillagos ég minden este alatt. Nagyon durva egyébként. És van egy kis kempingágyat, vagy már kivitted a kardamost? Nem, simán a WPC-n lerakok két paplant, majd akarok valamit a Decathlonban venni, valamilyen vékony kis matracot. Két paplant lerakok. Most már kicsit késő. Hát igen, két ilyen vékony paplan, egy párna és egy pokróccal vagyok betakarva és kész. És érzed, hogy fúj a szél, mennek a kutyák, ugatnak, nyestek, vonulnak, ez egy csomó mindent hallasz. És akkor ott tetszik csak a csillagos ég, a telaszol. Nagyon élem. Szerintem, ha nem esik az eső, október végéig be se jövök. És a gyerekek nem költöznek ki hozzád? Nem kérdezték még ezt igazából. Nem senkinek. Megmondom, hogy akkor jöhetnek nyugodtan. Tehát, macska érzik. Se bújik be a hónod alá? Macska el van ilyen szúnyoghálóval, ki van zárva. Hogy ne Júli, az a macska az nem mer kilépni, érted? Ja, tudom, hát őt egyszer kizárták. Valamelyik esetleg megint kint öltötte. Ne hülyés, egyre bátrabb. Egyre bátrabb, és ott ült az ablak alatt. De már nem izgult, nem félt, már csak ott úgy üldögélt. Nagyon kis okos volt. Tényleg, jelezte, helyzet, hogy vissza akar jönni. Manyika? Nem. Nincs ilyen nevű macska. Molly. Hát nem tudom, te ő így időlegesen. Szerintem ő egy átmeneti szállásnak tekinti ezt, hogy hozzánk költözött. És visszajönnek érte. És visszajönnek azok, akik szeretnek, igen. Engem mondja magával, vagy magának Molly, és akkor egy időről időre megjelenik. De nem tudjuk, hogy hol van, nem tudjuk, hogy mit csinál. Este jön, reggel jön, eszik, nyávog egyet, hagyja magát megsimogatni, azt megy tovább. Olyan, mint egy kamasz gyerek. Egyébként nem, ő szerintem a tökéletes macska megtestesítője. Érted? Mert az elkényeztetett macskák, akik vannak, a Balázséké, meg nekünk a másik, az már a tigris, az teljesen szocializálva van az emberi lét, domestikálódott. Számon kér, ha nem simogatott. Igen. És ő tud egész nap bent feküdni, jól érzi magát, ha nem kell kimenni, és a Molliban még szerintem benne van ez, azért a macska egy ragadozó állat. Tudod, hogy kicsit kimegyek, szétnézek, próbálok vadászgatni, és akkor néha hazajövök, hogy etessenek meg. Úgyhogy így állunk Mollival. Tegnap este mondjuk nem jött, de hát majd jön, ha akar. Megesik ez nálatok. Ja. Előfordul. Nem jött tegnap este? Tegnap este nem jött, úgyhogy majd kiderül, hogy mi lesz. Egyelőre a tulajdonosoknál altatunk. Molli nagyon jól érzi magát. Itt van végig. Nem mondunk semmit, hogy néha nem jön. Hát ez egy macska dolga, hogy menjen el, kicsit kalandozzon. Igen, szerintem is. Majd a tulajok megmondják, ha nagyon hiányzik. De egyébként meg annyira nem hiányozhat nekik, mert akkor nem bízták volna ránk, ugye, a macskát. Tehát akkor viszed magaddal tulajként. Hát nem volt más olyan pancser, aki bevállalta volna. Ez igaz. Hát egy évre minimum. Persze. Hát azért ez egy komoly elköteleződés.
Hát figyelj, ez van, hát nyilván a gyerekeknek nálunk, meg a békának fölcsillant a szem, hogy új macska, én voltam az egyetlen, aki tartotta magát, hogy nem volt az egyik, aki egyébként most elhúzott aki egy évre. Kint van, persze. Úgyhogy ez van, hát most mondjam azt, hogy nem. Hát ők meg a gyerekeimre, vagy a gyerekemre vigyáznak. Na, világos, szerintem persze. Jó a deal. Akkor a műsor volt éjszaka nálunk, halljátok, egy püdös percet nem aludtam. Hát van egy Milyen család. Na, ugatott a kutya? Nem, hajnál. Ja. Tudod, mit gondolok erről? Ja? Tudom. De nekem is hasonló gondolataim voltak, csak emberekkel. Na, tessék, örülni, hogy egy szimlapon lennél, nem csak én. Van egy család, akik így rendszeresen az utcán élnek családi életet, de ordítva, de úgy, hogy mondtam Miró tegnap este, hogy ő most kimegy az oknival a kutyánkkal. Is. De nem, hogy kimegy rendetten, és mondtam, hogy ebben most te biztos, hogy nem fogsz kimenni, mert olyan artikulátlanul ordítottak, hogy attól féltem, hogy ott szerintem már kint már baltával kergetőztek. És ezek hetente háromszor megy, ordít, a legdurvább szitokszavakat használja, azt hallod, hogy a nő is ordít, a férfi is ordít, utána becsatlakozik még két-három ember, és együtt ordítanak. De ők, várjál, ők kik a két-három? Gyerekek vagy szomszéd? Nem, felnőttek. Ezek szomszéd, valahol lent, két-három utcával lejjebb élnek, de végig ordítják az egész utcát. Tehát végig vonulnak az utcán, és úgy élik a családi életet, és üvöltenek egymással. Valami óriási konfliktus lehet folyamatosan a házaspár között. Nem hallott ki, hogy mi a baj? Azt hallom, hogy megöllek. Igen. Tehát a probléma lényege, azt nem hallom, azt hallom, hogy általában szokott lenni a két nagy ordító, akik tényleg ilyen artikulátlanul, és van közöttük általában egy ember, aki próbál mediálni, de az is ordít. Tulajdonképpen az egész történet lényege az, hogy mindenki ordít, és ez kb. Olyan 3-4 órán keresztül. Gyerekek is benne vannak? Nem, csak felnőttek. De sokan? Sokan. Hát ilyen 4-5-6 ember. Ezek kombinában élnek ott? Vagy hát mi? Igen. De érdekes. De jó lehet. Mert általában a családban két ember ordít, az anya meg az apa, nem? Ezt kérdeztem én, hogy ki a másik kettő, hát hogy az ez plusz szerintem... szomszéd, vagy egy ott lakó, albérlő, nem, ezek nem albérlők, itt szerintem több család rokon költözött össze, és akkor ezek így együtt élik ezt a nagy családi életet, úgyhogy a legnagyobb megelégedésünkre. Orzasztó. Miért nem hívod a rendőrséget? Mert gondolkodtam ezen, hogy igen, azt se tudom belőni egyébként, meg ki kellene mennem akkor az utcára, oda menni, megkeresni a zaj forrását, mert ezek egy ilyen körülbelül egy ilyen, hát ilyen három utcás és sarkos távolságon mozognak. Tehát meg kellene keresem, hogy hol vannak. Felhívom a 112-t. A 112 értesíti a kispesti rendőrséget, a kispesti rendőrségnél feláll Béla, felveszi a gumibotját, megissza még a kávéját, ezek addigra már árkombokron túl vannak, tehát soha nem fogják őket megtalálni. De Júli, ha 3/4 óráig te ezt hallgattad, szerintem 3/4 óra de mozognak alatt. Föl-le. Tehát végig, tehát olyan, tényleg olyan, mint egy ilyen workshop, hogy mindenki ébredjen föl. Mindenkit vonulnak az utcán, és egymást fenyegetik, és meg akarják ölni egymást. Na, hát erről szól most ebben az éjszakán. Szerintem a legjobb, hogy szurkolj, hogy hát, ha sikerül, mert akkor vége nagyon a bulinak. Nagyon drukkolok nekik, igen. Tényleg, rossz ezt kimondani, de akkor legyen vége. Tegnap este már volt egy pár olyan gondolatom, mint a Balázsnak a múltkor. Hogy tényleg, a Miki mondta, hogy ő most fogja, megfogja a kutyát, kimegy, és így odaáll eléjük, azért a kutyát így fel lehet egy kicsit hergelni, hogy elkezdjen nagyon ugatni, hogy hát, ha ettől szétszaladnak. De ez hány órakor történik? Ilyen hajnali 1-2 ja, környékén, tehát pont keresztbe, teljesen keresztbe vágja az egész éjszakádat. Szuper program. Egy darabig még szórakoztatod az első két alkalommal, tudod, tehát amikor így valami történik, ilyen nagy család élet, akkor csak így fekszel így az ágyba, és így hallgatod, ó, hallod, már megint ezek mások már megint feszekedtek. Mi meg csak itt csendben vagyunk. Pontosan a második alkalomig volt szórakoztató, onnantól kezdve most már borzasztó fárasztó erre kelni hetente háromszor. Hogy ő nekik valami problémájuk van. Nem, ez is siketek, azt kérdezi valaki. Hogy, tehát, hogy nem, normálisan beszélnek, nem. Csak nagyot halok, és kimennek az utcára, és sétálgatnak, és csak így beszélgetnek. Nem úgy tűnik. De szerintem egyszer valamelyik meg fogja ölni a másikat. Tehát a hangvétel meg a temperamentumból ítélve egyszer ebből lesz. De hova vonulhatnak éjszaka? Ez egy jó kérdés. Veszekednek, az oké. Minden éjszaka veszekednek, és minden éjszaka vonulnak. De hova vonulnak? Szerintem az egyik, valószínűleg a nő kimenekül. Erre jön utána a párja, aki ordít utána. Erre Jézus. Jön a család többi tagja, akik próbálnak mediálni. A nő rohan, a férfi utána, jön a többi, és mindenki együtt ordít.
Jézus Isten, ez szürreális. És akkor rohannak egy kört, addig lenyugszanak, hazamennek, nem nyugszanak le, mert mire lenyugszanak, addig valószínűleg újra kipattan a vita, és akkor elindulnak visszafelé, és újra ordítanak. Úgyhogy na, hát ez történik. Ez képest az én ugató kutyám, cserélnék, hát sehol nincs. Mindenkinek olyan ugató kutyát kiállnak, hát ez sokkal rosszabb. Milyen szomszédok. És ezek ugye szomszédok, tehát ezek valószínűleg minden este eljátszák. Így van, hát mondjuk hetente háromszor. Úgyhogy igen, de mostában erről. Volt egy másik hasonló ilyen család, ők elköltöztek, és akkor tudod, egy kicsit felélegeztünk, mert ők meg állandóan vonultak az ablakunk alatt, és akkor ők meg például folyamatosan valamiért szórakoztatni akarták a környéket, és ők állandóan GBL hangszorokkal vonultak föl az éjszaka közepén. Tehát amikor már éppen álomban merülsz, akkor csak azt hallott, hogy megy. Mit hallgattak lakodalmast? Mindent. Nincs olyan szám, amit az elmúlt, nem tudom, egy éve nem hallgattam volna végig. De nem jött meg a kedvem Vekellé lakni. Hát eddig se, de most meg úgy érzem. De volt egy fél év, amik tök csönd volt, és most újra elindult ez a nagy családi élet. Viszont tök jó programom voltam tegnap. Na, hol voltál? Moziban. Színházban. Na, jó, Jézus, szerintem adjuk le a híreket, addig kitalálod, Júli, hogy hol voltál, és utána visszatérünk. Múzeumban. Éppen azon gondolkodtam, hogy egyébként, hogy mikor voltam utoljára. Nem. A Magyar Zeneházában voltam. A Divák és Ikonok című kiállításon. Szuper. Na. Jó. Nagyon menő. Menjetek el, nézzétek meg. Végre egy igényesen összerakott jóféle kiállítás. Csigálsz föl valamivel. Mert ez, hogy divák és micsodák. Divák és ikonok. Divák és hogy keveredtél oda, elnéztél valamit? Tehát, hogy erre én sem indulnék el. Nem. Nem mondtak félreolvasni? Nem mondtak valami programot? Anna is látta ezt, és ugyanúgy jutott el, ahogy én, hogy sétálgatott a Városligetben. És valaki berántotta a múzeumba. Kell még egy néző mára. Én még soha nem voltam a Zeneházában. Úgyhogy így gondoltam, hogy betérek. És láttam, hogy lesz egy kiállítás, vagy illetve pontosabban van egy kiállítás, és hát gondoltam, van még másfél órám, úgyhogy lemegyek, megnézem. És a történelem, a világtörténelem legnagyobb hatású női előadóit, a díváinak az életét mutatja be, az ő fellépő ruháit, az ő kosztümjeit, az ő életüket. És mi a szobor van? Nem, csak bábuk vannak felöltöztetve. Nem panoptikum. Viszont nagyon-nagyon jó, nagyon átfogó, nagyon interaktív, nagyon színes, szagos. Tehát nem ez a fajta ilyen ásítozós, és akkor mész a következő, és a harmadiknál már nagyon unod, hanem tök interaktív, nagyon jó kis, jól összerakott kiállítás. Úgyhogy... Most a hétvégén pont nem érek rá, mert más dolgom van, de ezt én fölírtam. Én nem mondom magamnak, Juli. Mikor voltál utoljára múzeumban? Hál' Isten, nagyon rég. De miért? Mi az, hogy hál' Isten nagyon hát rég? Hát pont azért, mert hál' Isten. Tehát, mert ezáltal, amit most... Borzasztóan unalmas helynek találom neked. Oxigénhiány van, egy idős néni mindig követ. A fontosabb képekhez nem férek oda, mert sokan állnak előtt, és mindig riadtan keresem a kiállatot, és egyre bejebb sodródom, és egyre messzebb van a kiállat, és nincs büfé. De hogy is nem, van büfé. Mindig van büfé? Persze. Akkor már haladnak a múzeumok. Nem tudom, nem vagyok egy nagy múzeumlátogató valahogy, azt mondom. Olyan elmúlás szaga van az összesnek. Az utolsó kiállítás, azt hiszem, a Bosch című kiállítás volt, amit megnéztem. Bojlereket, hogy mi? Hűtőszekrények, bojlerek és vízmelegítők, gázkazánok, hogy mi a Bosch kiállítás? Szerelmény boltúrnál. Igen, egy jó Bosch kiállítás, kérdezett, tele volt a gázkazánokkal. Nem, ha egy oda keveredek, és van valami, akkor úgy majdnem mindig megnézem, de aztán nem. Színház? Nem tudom. Az igen, az, hát az sokkal inkább persze. De mikor, az mi volt? Hú, nem tudom, tavasszal láttam valami darabot igazából, de meg nem mondom, hogy hol. Talán az Átriumban közepes volt, az Alföldi játszott benne, de nem emlékszem, hogy mi volt, valami utolsó darab volt. És nem is volt teljes teltház, de ilyen, az nem volt erős. Most egy kicsit leálltunk a színházzal. Hát régen, jár volt, hát ott hova. Nem, egy éve körülbelül régen, ja. Minden bemutatott, premiért, mindent láttunk. Most egy kicsit újra fel kéne menni, csak a színházas néni, aki volt, az nem ellefelt. Ellevitált, másik dimenzióba ellevitált. Lelépett a bevétele. De az nagyon jó, most van Pintér Béla darab lesz, majd lehet megyek arra, szóval abszolút van színház. Az jobban, mint a múzeum. A múzeumok valahogy nem. A nem nagy annyira. Múzeumok tök oké, hogy mondjuk itt vagy Rómában, akkor elmész a Vatikánba, végignézed. Voltam, igen, tehát ezt így megnézed. Tehát az persze. De tök furcsa, hogy miért külföldön hajlandó vagy elmenni egy múzeumba megnézni egy kiállítást. Nem, itthon is nem ezt mondtam. Azt nem, itt egy program nem jut eszembe. Na, hát ez az. Hanem az, hogy így én csütörtök délután így betévedjek egy divák és kutyák kiállításra, ikonok, bocsát, kiállításra, azt ugye én sem látom magam előtt. Jó program. Lehet, hogyha van arra dolgom.
Akkor miért se? De ha akkor is kérlek mellette. Értem, hogy akarsz most följönni a kutyás sztori után, de nem. Ez még gondolok a kutyásokra? Hát akkor. Te, és az Alien az meg volt már? Alien nem volt meg, én tegnap egy ilyen beszélgetős estem voltam, úgyhogy most az Alien elmaradt. Miért? Te tervben volt tegnap estére? Amúgy sem. Nem, valamikor, de volt tervem volt, hogy a srácokkal megnézzük, aztán azt lefújtuk. Srácokkal? Mármint a gyerekeit? Nem, barátokkal. Jó, barátokkal. Majd egymásra kell angolodnunk tűnik. Egy kicsit. Moziban, micsoda, a múzeum, Alien? De egy olyan jó beszélgetésem voltam tegnap, úgyhogy nem tudtam moziba menni. Megfejtetted Julit? A szakival? Tegnap? Igen. Elfejtettem megkérdezni. Elfejtettem megkérdezni, igen. Legközelebb egy ilyen kis post-it-tel elengedlek majd. Igen, a Buda Lacival voltam egy ilyen közös színpadi beszélgetésem. Jó volt egyébként, ugye pszichológus, pszichiáter, nagy koponya. Nagyon kedvelem őt. Aztán volt egy ilyen közös kis beszélgetésünk. Sokan voltak. Te! Ez tudod, hogy kérdezhetsz ilyet? Nem utáskodj, Júli, hát. Nem olyan átriumos volt, nem úgy félházzal. Teljes teltház. Pocikeket kellett berakni. Konkrétan egyébként ilyen. Hát a Momkultban volt, hogy mennyi 4-500 ember körülbelül. Ezek azért általában teltházasok, igen. Jó volt, Cilinóra volt a műsorvezető, egy ilyen másfél-két órás kis eszmefuttatása, pszichológia, pszichoterápia, a nyugati-keleti megvilágosodás útjai, gondolkodásmód, meditáció, sok minden szóba jött, érdekes volt. És jól éreztem magam. Ki keres meg, ki? A Buda téged, vagy te a Buda? Nem, mind a kettőnket a Forbes. Ja. Tehát a Forbes csinálta, mint egy ilyen nulladik nap az ő rendezvényükön, és akkor ők ültetnek össze embereket, és mondták, hogy akkor a Lacival van-e kedvem, mondom. Ha Laci így gondolja, akkor nagyon szívesen. Hál' Isten, ő is így gondolta. Mondta azt, hogy nem. Ebből lesz egy ilyen két órás színpadi beszélgetés tegnap este. Szóval most megint belesznek zúzva, érted? Igen, a hell vissza akarja hívni a lapokat. Na jó, van, mindjárt jövünk. Fél hét van, pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Na, hello mindenkinek, 3-4-7, lesz 3 perc múlva. Jó reggelt! Drága fotók készülnek az ülői befelé, figyeljetek. Jó sok márk felüljáró, Feca küldte, gázolt, Róka, M6-os Iván, csak kihajtósávban, mondjuk, mondta az, mert nem nagyon tudom, mi semmi, köszi, hogy elküldted. Hát ez nem... De szép Róka, de kár, hogy kidobták. Igen, ilyeneket nem is kell elküldeni, aranyosak vagytok, de nem kell, ilyet fekszik, látod, kikerülöd, ez nem egy olyan közlekedési hír, de azért köszönjük szépen. Gázoltatok valaha állatot? Igen. Igen, igen. Szarvas. Egyszerűen nekem benézett. Ráadásul életem autóját vettem meg végre, hogy ugye egy ilyen újabb autót, egy éves autót, és akkor Budapestről jöttem hazafelé, óriási köd, mondom neked, szarvasnál, ráadásul. Szarvasnál, igen, szarvas előtt, nagy köd, és akkor jöttem, de tök óvatosan, tehát hogy nem volt se száguldozás, se semmi, meg már sötét is volt este, és köd, és a semmiből gyakorlatilag beugrott a kocsiba a szerencsétlen jószág, és a legmegdöbbentőbb, gyerekek, az volt, hogy én ott álltam, ugye vészvillogó bekapcsolva, a szarvas leesett a kocsiról, vagy így az ütközés után, megálltam, ott nézek a nagy sötét semmibe, hogy mi az Istenhez kezded, még sose volt ilyenem, hogy most... Beraktad a csomagtartóba. Na, várjál, mert nem én raktam be, hanem jött egy fehér furgonos, aki befékezett, se puszi, se pá, hogy segíthetek-e valamit, uram? Ne! Eskü! Kinyitotta a hátulját, megfogta a szarvas, bedobta és elhajtott. Anélkül, hogy egy vaszót kérdezett volna tőlem, érted, hogy se... Hogy... Ő volt a szarvasok hullaszállítója. Hát én értem, de azért csak megkérdezett, hogy minden rendben, haver, kösz a szarvas, szevasz! Hát vagy tudok valamit segíteni? Másnap már étteremnek eladta. Hát persze. Megették jó szarvaspörkölt. Anélkül, hogy bármit kérdezett volna, érted? Én meg ott álltam a rommá tört kocsival, azt se tudtam, hogy mit kell csinálni, hogy kinek kell szólni. Hát jó, megoldottam. Azért ez így meleg. Nagyon meleg. Jó estét! Tü-tü, dudás még kettő. Igen. Azt vittem. Majd valaki biztos jöd. Igen. Mi egyszer az M7-esen kaptunk itt telibe egy rókát, és még szerencsén nem én vezettem, éjszaka volt egyébként, mert amik látta, hogy jön, és nem rántotta el a kormányt, ha én vagyok, akkor én szerintem próbálok manőverezni, és kisodródunk, úgyhogy mondta, hogy vagy elrántja és meghalunk, vagy elcsapja, úgyhogy ő elcsapta nyilván. De megcsinálta bográcsba. Hogyne, persze. Ja, azért mondom, hát egy rókapörkölt. Egy jó kis rókapörkölt. Rókát miért nem esznek? Nem jó az íze? Hogy miért nem? Ehetetlen. Ehetetlen? Mint a legtöbb ragadozó állat. Nem, de próbáltatok? Van tapasztalat, tudod, annyira szarú még sose álltunk, hogy ezt meg kell próbálni, de hogy a legtöbb ragadozó állat az nem ehető. Tehát nagyon kevés olyan van, aminek jó az íze. Nem véletlen, így aztán a róka se az. De mi rágós, vagy mit, nagyobb az, hogy a húst teszik, tudod, mondjuk, ragadozó, és akkor a húsa olyan szintén hasonló. Tehát, hogy szerintem nem lehet jó maga az íze.
De mit csaptál le? Én őzt. Direkt vagy véletlenül. Őz, Rétság, határ környéke. Szlovák diszkóba jártunk át fiúkkal, fiatalon, és ott. Hátranéztem, míg Mitsubishi Coltomot, hátranéztem, hogy oda nézzetek őz, oda jobbra nézzetek, és mire visszanéztem, páf. Há, ott volt előtted. Ja, igen. És akkor mit csinál az ember? Semmit. Azon ki, hogy félreáll, és ne semmit. Viszi a céget. Szétvitte az autómat, berepült, elpusztult, megsimogattuk, és semmi, leizzadt. Így emlékszem, hogy ilyen meleg volt, tehát ilyen verejtékes igen. volt, igen. Ó, de te is. Hát hogyne, persze. Tudod, mint igen, de kocsim, ő az italtól, mit előtte nem most sajnáltam, de hát ott látta, rommát tört a kocsim, trélert hívsz, vársz, nem hívtunk vadászt, meg nem szóltunk senkinek, mert nem akartunk még 4 órát ott áldogálni. 30 éve volt? 25 éves, valahol a határ környékén. Nem jó érzés, de hát a kocsidat is sajnálod azért, szóval szegény őz, igen, az volt. De visszament, és akkor láttam, hogy a kocsinak eleje nincsen konkrétan, akkor azért úgy... A nyeltél egyet, hogy megyünk haza. És akkor a tréler elvisznek, bontóból rárakod a régi alkatrészeket, megszerelik, szóval volt vele küzdés. Pillanatok alatt ott van. Tehát, hogy úgy ugrik ki, és igen. ott van. De én mondjuk elnéztem jobbra, tehát ha előre nézek, lehet, hogy észreveszem. Csak én hátra néztem, és hogy visszafordultam, ott volt. És utána lebegkezed lábad? Nem, azért az nem. Nem? Á, nem. Nem, hát sajnáltam inkább, de nem volt ilyen. Nem, a csattanás is kész, tehát nem is látod, nem kell kerülni. Előtte való héten 3 nyugdíjas ütött el, azután már van. Hova revegjen a kezed, érted? Így is van. 2 kutyás, egy francia bulldog, egy terriert, dándogot. De egyébként azt mondják, hogy az a legjobb, amit ilyenkor lenni tehet, vagy tenni lehet, hogy ha már annyira közel van, akkor dúr bele. Tehát ha elkezded rángatni a kocsit, akkor az... Nem, hogy reflexből rántasz. Reflexből rántasz, és ugye az a baj, hogy ilyenkor sokszor átrántják a másik sávba, ahol jön valaki szembe. Tehát hogy azért ez így meleg ebben a formában. Ott már azért úgy igen, függ a tempótól is, hogy elütöd vagy elrántod, de jól kell dönteni. Hogy hívják? Rudli? Az a rudli, így van, az a rudli, amikor sokan igen. átugrálnak előtted és mennek, és átmegy előtted 200 szalvas. Az jó lehet. Én olyat még sose láttam. A haverom, mert ők is való békésebb környékén autóztak, és átugrott egy ilyen jószág, hogy őz vagy szarvas, mert nem tudom, és akkor még így mondja röhögve a haverom, hogy na, ezt jó, megúsztuk mi, és abban a pillanatban még 50. Bele a közepébe, szegények. Kiteszed a vészvillogót, megállsz egy fél órára. Nem kellemes. Sajnáld az állatot, meg a kocsidat is, meg örülsz, hogy megmenekültél. Szóval, hogy azért igen, nem egy jó életérzés. Akkor mentünk arra egy hét múlva, és mondtam, gyerekek, mi túl vagyunk rajta, nem lesz már semmi. Itt ütök el a szarba, vagy itt ütök el az üzlet, emlékszel, és abban a pillanatban kiugrott egy nyúl. Azt hittem, hogy egy és az meg bekerült a kocsi alá. Mert ugye futott, ő a fénybe fut. Tehát ő nem mer kifutni a fényből, tehát ő fut előtted. Édes mert ő látja a fényt, és arra fut, és mindig ezért egyenesen fut a kocsi előtt a nyúl. Ezt tudtad? De, nem, azt nem tudtam, de azt hittem, hogy én úgy tudtam, hogy a szarvas az a fajta, hogy így megáll, így lemerevedik, és így néz bele. Vagy beugrik eléd, igen. Vagy az őz is. De a nyúl, ha bekerül előtt, akkor fut a kocsid előtt. Mert ugye balra-jobbra neki sötét van, és ő arra fut, amerre a fény van, de te meg jössz mögötte a fénnyel. Miért nem lassítottál? Hát lelassítottam, de valahogy bekerült ő is a kocsi, és hogy álltunk, aztán nem, hogy túlélte. Már, szerencsétlen. Nem, csak futott egy kicsit, és ugye mire lelassítottam, ő már bekerült. Talán egy héttel ugyanott, ugyanazon a törnyeken, és mondtuk, hogy na jó. Na, erre se jövünk lehet, többet diszkóba. A szlovák diszkókkal leállunk itt, kérem szépen, nem járunk arra felé. Báránynak volt pár éve egy olyan baleset a szélvédő, hogy szarvas agancsal előre bement a szélvédő. Majdnem felökrelte. Na azért az kemény. Gondold el azért egy ilyen 5-600 kilós, 300 kilós állat. Beszakítja a szélvédő. Megérkezik rád, és fölül a motorháztető. Hát az bejön a szélvédő. Atya Isten. Mekkorát szól az. Igen. Most kell mondani, egy vicc volt. Igen, nem ütött el nyugdíjasokat és kutyákat. Semmit és nem, nem is vicceltünk, és nem is akarunk, és nem is buzítunk erre senki. Halló, jó reggelt. Halló. Halló. Halló? Halló, sziasztok! Halló! 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 Az előbb még jó voltam. Halló! Most is jó vagy. Megoldani, vicceskedni. Oké, bevettem. Igen, ezért hát, ha nem jelentenek. Ezt egész nap tudtuk volna nyomni, én ezt imádom. Hello, Dani, jó reggel, csáó, mi újság? Minden rendben, beértem a munkahelyre, itt pihennek, és hallgatom a műsort. Beértem a munkahelyre pihenni. A nagy magyar valóság, az őszinteség, beértem a munkahelyre pihenni. Igen. Mikor kezdesz el dolgozni? Hány kávé, hány WC használat, és egyébek után? Majd 7 órától, csak. Oké, egész lelkes, hogy ilyen korán ott vagy. Hát ez mindjárt itt van. Igen. És mi a melód? Hát villamos mérnökként végeztem, de energetikával foglalkozom itt a cégnél, ahol dolgozom. Kézrátételes gyógyítás? Nem. Villamos energiával foglalkozom, és figyeljük a felhasználásokat, meg ilyesmik. Aha. Meg ilyen beruházásokba segítünk be, meg mit tudom én az ilyenekbe. Tudod, hogy
hol lehet fejleszteni, hol lehet költséget csökkenteni, napelemes dolgok, stb. Ó, de megkeresnek titeket, akkor ezek szerint nagy cégek, és akkor adtok nekik? Nem, ahol dolgozom én, ez konkrétan egy víziközmű és csatornázási cég, és mi vizet szolgáltatunk, meg ugye szennyvizet tisztítunk. Mi vagyunk azok, akik általában keresik az embereket, hogy napelemet szeretnénk ide-oda telepíteni, vagy beruházást csinálni, és akkor ezekbe segítünk, hogy vízügyesek napelemet. Nem, én nem hallottam. Én se értem, de mindegy. Te tudod. Hát a víztelepre. Aha. Ja, magára. Ja. Jó van, hát magában a villamos energia felhasználás csökkenteni. Ugye, hogy napelemet letelepítünk, és úgy. Okay. Mert bejártak és rászortok Marika nénére, hogy kapcsolja le a lámpát, miután elhagyta az ittát. Igen, spóroljam. Igen. Kivel szeretné játszani, Dani, kit választottál? Veled, Balázs, veled. Miért? A héten bárki... Hú, én még az augusztusra utaltam el a Ferinek. Bizony, nem. Mennyi az annyi? 25 nekem, vagy 15 az Eszternek? 15 Eszternek 25. Nem működik már ez a fizetés. Elhalt. Nincs meg a lendület. Nincs meg a lendület, igen. Jó. Na, hát azért választottalak téged, mert már régóta követem úgymond a munkásságodat is, mert láttalak már a legelőször ugye a Viván, a Megállóba, és ugye utána Balázshoz, meg Kalandrafal, meg Cele vagyok. Öcsém, alá a legnagyobb műsorait soroltad. Olvastad a könyvét is? Nem, azt még nem volt szerencsém. Van még belőle pár ezer példány. Ha szembe jön, add át valakinek, annélkül, hogy elolvasnád, ha a következő lesz, az jobb lesz. Oké, na akkor menjünk, játszunk egyet, jó? Na figyelj! 3, 2, 1, tessék! Na itt vagyok, Dani. Na, szia Balázs. Hogy érzed, milyen ez a iskola kezdés a gyerkőcöknek? Jó, kifejezetten jó. El vannak, megszokták. Szeretik, úgyhogy ez van, nincs más. Menniük kell, nincs appelláta. Neked van gyereked, Dani? Nem, nincs, egyedülálló vagyok. Köszönjük szépen, meg vagyunk, nem, nincs. Elég hogy lett van? Volna, ha nincs is egyébként, tehát az egy tökéletes válasz erre a kérdésre, hogy van gyereked? Igen. Nincs. Ártalmatlan csapda volt ez, azt hittem ki fogod kerülni. Na hát akkor megtapsoljuk magamat. Nem sikerül. Nagyon Júli, megfulladt közben, kérsz a vizemből? Nem? Hátba ja. Verjelek egy ízével egy szívlapáltal? Vagy nem a citrom. Jézusom, Júlinak elvörösödött a feje. Mentsétek meg. Nagyon keménybe van. Milyen lenne, hogyha egy élőadás majd helyiféle műfogással próbálnát ki. Még nevetnék, tudod azt számítani, hogy hirtem leesnél a székről, igen. Júli, hol vagy? Itt vagy, Gyuri. Na figyelj, van egy nyereményed, ezt megmutatjuk neked, jó? Azt megnyerted. Gratulálunk! Nyereményed egy 30 ezer forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából. Na. Köszönöm szépen. Látod, azért megérte telefonálni, van egy Burger King utalvány. Igen, köszönöm szépen. Köszi játékot. Én köszönöm. Köszi, ciao. Hello. Sose derül ki, hogy mit akart mondani még ezzel kapcsolatban. Yes, és lekevertük. Nem tudjuk, hogy igen, nagyon szeretem, vega vagyok. Még annyit szeretnék mondani, Balázs, hogy... Nem, hogy volt egy ilyen, még erre ő mondani akart valamit. Sose tudjuk meg, Dani, mit akart mondani erre a mondatra. Ez sose derül fény, hogy... Kell még egy játék. Igen, ő a Burger Kingre akart valamit reagálni. De ezt nem fog kiderülni, hogy mit akart. Mikor lesz új könyved? Soha. Soha? De hát valamikor majd biztos, de most nem prioritás. Nem akarsz egyet írni valamit? Nem, én most én pihenni akarok. Adjad már, mit nyűgözteted itt? Pihenni. Ránkatod. Hát egyik tanfolyamra mész a másik után, hol pihensz? Abban pihensz. Ott akarok pihenni. És nem akarok ilyet a nyakamba venni, hogy könyvírás, meg tudod, egyáltalán nem. Szóval nincs semmi, most én pont mindent el akarok engedni. Nem akarsz már semmit se közölni a nagy világon. A közlésem az van, de inkább csak a tök jó rádió, az legyen minden reggel 10-kor, és szabad akarok lenni. Ha. Hogy ne legyen semmi. Otthon ezek, elvegye, szaunázza, pihenjek, töltsem magam, önidőm legyen. Én most ilyenekben vagyok. Isten őriz, hogy most nekiálljak könyvet írni. Minek? Úgysem olvassák. Az nem igaz. Szerintem a bali könyve nagyon menne. Persze. Minden megy, amit csinálok. Persze. Látod, mi a kutyásokat, és akkor átmegyek. Csak mondanom egy mondatot, akkor átmegyek. Minden elhagyod megyek. Nem. Ezek az előadások. Lesz egy pillanat, amikor így felébredsz egy reggel, és azt mondod, hogy új könyv. Hát figyelj, lehet, hogy lesz inged, de ahhoz kevesebb impulzus kell. Uh-huh. Tehát például így a rádió mellett nem hiszem, de amikor ez elül, és csönd lesz, és jól esik egy kicsit pihenni, és utána találok valakit, akivel ezt szívesen összerakom, akkor igen, mert akkor van energiád, van kedved leülni, beülni egy kávézóba, beszélgetni, kitalálni,
De most nekem nincs erre energiám. Én most pihenek. És mi lenne a címe? Sebestyén Balázs bölcsesség. Utam a csúcsra. Utam a csúcsra. Ezt már hallottam volna. Igen, ez a Schwarzeneggernek a könyve. Igen, igen. Én. Én az egy nagyon jó cím. Én. És a címlapon egy kandalló előtt ülnél, egy ilyen szép pulóverben, igen. Egy viszkis pohárral a kezedben. Pokroc alatt érdemben, és a könyv címe Én. És a távolba merednél. Ebben minden benne van. Nem, a könyv címe az ennek kutya élet. Írhat el egy könyvet a kutyatartásomban. Igen, egy kutya élet az egyébként jó. Kutya nehéz. Kutya nehéz világban élünk, gyerekek. Nagy megvilágosodás, és tényleg. Igen. Nem, hát ilyen nem lesz, de persze, még szerintem van benne egy. Abszolút. Én elolvasnám. Hát hogy nem? Az előzőt se olvastad, hagyjad már. De az nem baj, az nem is baj. Olvastad az előzőt, nem? Akkor az nem is az én könyvem volt teljesen. Nem. Tehát az nem volt. Nem vagy rá büszke? Nem. De igazából büszke vagyok, de nem ilyet csinálnék már. Szóval, hogy nem. Az egy kompromisszum volt az akkori. Igen. Fiatal voltál, kellett a pénz. Tulajdonképpen. Nincs akkora biznisz ebben egyébként, szóval nem egy nagy. Szabad szemmel nem akkora látható összeg azért. De nem tudom most, hogy mennyi tart meg a kiadó, mennyi a nyomtatás, mennyi a profit, nem tudom, hogy van. És egy ilyen Balázs a testépítő könyve. Az Isten őriz, nem? Hát az nem. Nem, igen, de a túl a csúcson, az jó, túl a csúcson. Over the top. Az jó egyébként, de az is jó, igen. Igen, és egy vaddisznó szörme lenne akkor andaló. Nem egy kutyaszörme, egy ilyen Bernáthegyi szörme lennék betakarózva. És hátul még egy csivava fej, tudod? És az lenne a fotó. Az is jó könyvszív, hogy én csak vicceltem. Én csak vicceltem, igen. Don't try this at home. Ennyi, igen, és tele ilyen kutyafejekkel. Kutyafejekkel mögöttem. Na jó van, okay, szigorúan a kutyákról. A szigorúan bizalmas után a szigorúan a kutyákról, ez lehetne a címem. Na jövő mindjárt, 3 perc, pontosan 7 óra. Ha van friss híretek, közlekedésetek, vagy bármi, amit megosztanátok, küldjetek, mi pedig jövő mindjárt. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék! 7 óra után vagyunk, pontosan 7 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello. Jó reggelt. Drága hallgatók. Hello, bello. Ha már az Budapest felé bedugult sávlezárás miatt Baktól Krisz küldte nekünk, Őrsvezértér elesett, az uglói oldalon van valami, és hát egyelőre ennyi. Illetve a Budakeszi úton, ami gázvezetéket újítanak, úgyhogy nagyon nagy dugó lesz ott is. És gyűn az eső, megállapítottuk. Na, szürkül. Most. Igen, felhők vannak, nem láttunk ilyet 8 hete. Egyébként igen, lesz egy kis eső. De jövétre láttam, hogy valami egész komoly lehűlés. Jövét péntek, szombat 16 fog, gyerek. Nem, már te mindig ilyeneket nézel. Én nem tudom nekem. Nekem vegyetek meg egy applikációt Svédország a Balázsnak. Időjárás jelentését nézel. Ne azt nézd, az mindig többet mutat. Az mindig optimistább. Szombat, vasárnap, jövő hét vége 22. Mondjuk esővel, de akkor nekem is. Péntek 17, Balatonon pénz szombat 16. De nem az éjszakait nézed, szívem, a kéket? Nem. Biztos nem. Na megnézem, tudom mit nézel, a sajátját a izének, a iPhone-odnak. Az iPhone saját, az nem jó? Csak mondom, hogy Balaton, mit tudom, egy szárszó, jövő hét péntek 16, szombat 16, szakadó eső. Annál nincs is jobb, mint Balaton, nem olyankor kevesen vannak. De az biztos, jövő héten nem vagyunk Balatonon. Ha ilyen idő van, akkor nem. Az már egy kicsit ilyen októberbe hajló idő. Makó már esik az eső, gyerekek. Úgyhogy ez van. Közelít az időjárás egy kis, de nem fog ártani, nem? Egy pici eső. Hát most éppen néztem a meteorológiai szolgálatnak az oldalát, és Németországban voltak ilyen özönvízszerű esők, egyszerre hirtelen lezúdult, ugye, és így ömlik az utcán, viszel mindent. Aha, ilyenkor egy nap alatt, vagy egy óra alatt leesik, nem tudom, szokták volna, hogy leesett a két hónapnyi mennyiség. És ugye annyira száraz a föld, hogy nem tudja felszívni, tehát olyan, mint a betonon csúszna ez a óriási vízmennyiség, nem is tudja elnyelni abban a pillanatban, úgyhogy... Igen. Na mindegy, gyerekek, jó van. Hallottátok, hogy Pandorba buszjárat indul ez a magyaroknak? Végre, gyerekek, végre megtaláltuk azt, amire nekünk igazán szükségünk van. Ez egy valódi piaci rés, hogy elindítanak Pandorba egy buszjáratot. Segítsetek megérteni, hogy ez hogy működik valójában. Ugye Pandorfa az, ami Bécs előtt van, egy ilyen vásárló falu. Apraja falva. Apraja falva, outletek, a Burberry-től a nem tudom, a Gucci. A Prádáig, a Gucciig, a Zaráig, a Hound, de mit, tehát, hogy viszonylag széles a spektrum. De van ott Kácsbolt van, hűtőszekrény, konyhabútor, tehát minden. Pandorf egy ilyen nagyon nagy vásárlófalu. Közvetlenül indul Budapestről a közkedvelt Ausztria outletbe. Buszjárat.
menő. Szükségünk van rá, nekünk már semmi másra nem volt szükségünk, csak erre. Most nem tudom, hogy a dolgozókat viszi ki, mert azt tudod, hogy már mindenki magyar. Jó, na persze, szoktam egyébként kimenni, én szeretem. Kajász egyet, sétálsz, ja. Megveszel pár cuccot, tökre kevesebb a magyar, jól elintézed a bevásárlásod, én szeretem azt a helyet, tök jó. És akkor eddig meg nagyon sok minden van tényleg, sportcucc gyerekeknek, tehát kellemes. Vagy autóval mentél ki, igen. Tehát összeálltak csapatok, mert azért ugye egy Budapest-Pándorf távolság, azért ez benzinben nem kevés, 3-4-en összeálltak. Ez volt, ha izével akartál menni, tömegközlekedéssel, akkor Bécsig elmentél érted vonattal, és onnan vissza buszoztál, vagy nem tudom. Tehát, hogy az egy bonyolultabb sztori volt, valaki megtalálta a piacirést. De itt mi a piacirés? Itt az a piacirés, hogy mennék Pándorba, de nincs autóm, igen, vagy igen. Mennék Pándorba, de keves, sok a benzin, mert az mondjuk, igen. Mondjuk egy 180-190 oda, 190 vissza, tehát mondjuk egy 400, ugye? És ehelyett... Az 40 liter benya. Az mennyi pénzbe jön ki most 40 liter benzin? Hát 600 forint körül van, 24 ezer forint. 24 ezer forint. Mondjuk, ha 10 litert számolunk, tehát bőven számoltuk azért. Na most, ha ketten mentek a pároddal, és nem akarsz benzinre költeni, akkor a jegy, amit elkérnek, az 30 euró, vagyis 11 ezer forint. Ha ketten föltök a buszra, és nem ültök kocsiba, akkor ugyanott vagytok, mint a kimennitek kocsival. 22 ezer mész Pándorba. Mi ebben a, tehát tényleg mi ebben a jó? Szerintem ez nem indítani buszját, ott kíváncsiak az üzleti modellre. Hétvégi program lehetőség. Tehát azoknak, így akiknek van. Nincs autójuk? Igen. Hát igen. Jó, gondold el, hogy a nyugdíjas mamák például, akik azért így szeretnek még mitén vásárolgatni, fölülnek, kimennek. De a nyugdíjas mamának van 11 ezer forintja csak az oda-visszára, hát, plusz az ottani bevásárlásra? Egy rétegnek van. Nem akar vezetni, tudod, felszáll az Örsvezértéren, leszáll Pándorfban, elmegy, megveszi az alsónadrágokat. Én még sose voltam Pándorfban. Na, hát akkor ez nekem szól. Itt az hogy kipróbáljam. Az IKEA-s pizsamás vásárlás után szerintem ez a következő. Annál biztos, hogy kevésbé izgalmas, tehát az hódziher, az óriási buli volt. Jártak ki gyerekek, Törökországba jártak ki a 80-as, 90-es években buszjáratok, aminek ugye az volt az álcája, hogy akkor török kirándulás, sehol nem voltak, csak a bazárban. Anyám volt egyszer egy ilyenen. Uh-huh. Hogy volt ott valamit? Óriási ajándékokat kaptunk, bűrkabátot kaptunk, meg nem is tudom, aranyat is hozott, azt hiszem aranynyakláncot, mert az is olcsó volt kint, azt a nővéremnek egyet, baklavát, meg ilyeneket hozott a mama, de oda például heti rendszerességgel indult buszjárat, 2 napot zögykölődtél, bementél a bazárba, bevásároltál, 2 napot zögykölődtél vissza, és aztán ezt értékesítetted, tehát ő biznyákoltak vele nagyon sokan, anyám az nem jutott el idáig, szegény, nem volt soha ilyen nagy üzleti érzéke, de amikor bevállalod azt, hogy te kimész az isztambuli bazárba. Az nagyon kemény. Na. Hát szerintem az is nagyon kemény, hogy vannak olyan utak, ahol ki befizetsz, kimész, fürdesz egyet a tengerbe, igen. 10 órát ülsz a buszon, fürdesz egyet a tengerbe, és visszajössz. Le a kalappal, aki azért ennyire szereti megúszni, igen, a tengert. Tehát, hogy úgy fürdünk egyet. Mit tudom én, mész egy, nem tudom, egy 6-8-10 órát, ha mondjuk nagy a dugó, jössz vissza fel egy 6-8-10 órát, és lent a tengernél van mondjuk, nem tudom, egy pár órád, amit eltölthetsz, egy oda-visszaforduló. Most hallottam, hogy valaki úgy összeveszett a barátnővel egy ilyen út, hogy Székesfehérvárnál valahol kiszállt. Kicsi volt az ülés, vagy nem tudta dönteni, vagy kicsi volt a hely, úgy berágott, hogy leszállt, írt egy levelet az utazási irodának, és egyedül küldte, elindult haza gyalog, és egyedül elküldte a barátnőjét. Fönnmaradt a buszon. És megvárta az visszafelé buszt este Székesfehérváron? Aztán szerintem ő magánba. És okos hallgató írja, hogy egy dologgal nem számoltunk, autópálya matrica, hoppácska. Autópálya matrica, igen, azt, hogy megkevened az osztrákot is, meg a magyart is, az úgy akkor azért már úgy valójában kijön. És még egy nagy dologgal nem számoltunk, tegnap beszéltünk ugye Zahár doktor úrral. Hogy tudsz piálni? Hát, hogy simán, persze. Pándorban iszik az ember? Iszik, hát, de nem, hát hogy Pándorban, odáig iszol. Igen? Hát persze, viszed a kis flaskát. Hát úgy néztek rám, mint hogy ezért teljesen evidens lenne, mi Pándorban elmegy az ember, benyom, igen, és úgy vásárolgat. Házi pálinka, odáig eltütüztök, megálltok egy jó reggeli, valami, veszel egy-két pólót magadnak, zokni, gatya, ami kell, visszaszállsz, megy a tütő hazáig. Kislánykoromban voltak ilyen programok egyébként, és ezt mondjuk általános iskolában hirdették, hogy el lehetett menni Bécsbe, és útközben volt egy kötelező megálló a legnagyobb mondjuk ilyen bevásárló központban, oda mindenki beszabadulhatott, vásárolhatott, de ez össze volt kötve mindig valamilyen bécsi város látogatással. De akkor ez most kifejezetten. Nem, ez kifejezetten. Igen, ez szeptemberben indul, ez a shuttle busz, és ugye az van, hogy ezt maga a Pándor
Waldorfot üzemeltető park indítja, hogy minél több embert vigyen oda. Tehát el tudom képzelni, nekik ez akár egy, lehet, egy kicsit nem tudom ráfizet, és nem jön ki olyan nagyon, de elindul mondjuk egy 20 fős busz, 15-en vannak a buszon, és akkor az is nyilván ott elköltik a pénzüket, tehát vásárolnak. 11 rugó a belé, mármint a... 30 euró a maga jegy egy emberre. Tehát az körülbelül mennyi? Hát nem, az... nem jön ki a matek, ez sehogy nem éri meg, vagy legalábbis én hát szerintem... Dehogy nem. Elmegy egy négyfős család, most azért, hát úgy már négyfővel igen, az már nem. Az már csak is autóval akkor. És ha nincs kocsijuk? Tessék, nincs kocsi. Nincs van. De van, nincs kocsi, akkor igen, hát de azért elmész Pándorba vásárolni. Hát elmész, pont most küldé a hallgató márkás gyerek, kabát 17 euró. Na, hát azért 17 euróért nem hagyodok. Egyébként bőtületesen, megdöbbentő, hogy olcsó, mint Magyarország. Tehát van egy, most nem mondom azt a boltot. Van egy pár, igen, nagy le. Egy ilyen outlet-szerű bolt, ott van Pándorba, ahol összeraknak ilyen mindenféle ilyen second hand ruhákat. És bemész, és figyelj, ilyen 20 euróért bőrcsekik. Meg nem, nem hiszed el, és jó minőségű, csak valaki már valahol hordta, nem hordta, összegyűjti ez a nagy outlet, és bedobálják. Bemész egy ilyen hangárba. Bődületes mennyiségű ruha, és figyelj, van egy-két jó kabát. Tehát, hogy így meglepődsz, hogy ne. Itt valami turpisság van. Csak 23 euróért leakasztasz, fogod egy olyan kapuszis bőrkabátot, hogy megőrülsz. Tehát, hogy tényleg jó, tehát így ebben a formában értem, ha már kijutsz olcsóbb. Csak gondolkoztam, hogy azért úgy tudod, hogy fölülsz egy fasírozott a zsömlével, mellét beül Ilona néni, és akkor ott kedélyesen elbeszélgettek, de valószínűleg piaci rés. Hát, gyakorlatilag ugyan kirándulásnak tudod álcázni a dolgot. Kirándulás. Tehát, vagy Marika néni tényleg a barátnőjével fölülnek, viszik a sonkás zsömlét, eldumálnak, nézik a tájat, körbe mennek, az hazajönnek. Voltatok valaha városlátogatáson ilyen busszal, ilyen buszos úton? Én elég sokat mentem busszal. Hála Isten. Városlátogatáson nem, de buszkirándulásra megjártam Korfut busszal, Barcelonát busszal. Tehát, hogy, De Barcelonába elmentetek, és akkor körbe ment a busz Barcelonába? Nem, jöttünk haza. Tudod, egy-két órát voltunk Barcelonában, és két napot vissza. Nem, hát régen azért nagyon mentek ezek a buszos kirándulások, amikor még drága volt a repülő. Ugye 90-es évek mi volt? Utazási iroda úgy ajánlotta neked az utat, hogy busszal vagy repülővel. És akkor busszal volt, mit tudom én, 30, egy hét, és repülővel 110. És hát ugye nem volt pénzed, és akkor mondott, hogy persze, hát a busz az olcsóbb. És amikor fölültél a buszra, jöttél rá, hogy Korfu, az nagyjából egy, 24 óra, de akkor tört ki nekünk a Balkán háború, vagy végzett, vagy akkor lett vége. Szerintem mentünk vagy két napot. És bedőlt a Yorgos Ravel. Tehát egy nagyon szexi utazás volt, és akkor kiraktak minket az apartmanból, mikor lejárt az Ipsos-i nyaralás, kiraktak a nyaralásból, és akkor úgy vártad, hogy mikor jönnek érted. És akkor valakiért egy nap múlva ment a busz, valakiért fél nap múlva, akkor voltak ezek a nagy utazási iroda bedőlések. Emlékeztek, hogy egymás olyan után dőlt be egy csomó. És akkor úgy ott hagytak, úgy vártál, de le tudtál menni a partra fürdeni, de az albérletben az idős görög néni mondta, hogy no. Neki jön a turhus taka van. És mit csináltál? Hát mi azt hiszem talán egy ilyen fél napot egyszer vártunk, meg egyszer egy barátommal jöttem repülővel, a többi barátom meg busszal. Mondtam, srácok, ne haragudjatok, én ezt most nem tudom bevállalni veletek. És akkor ketten eljöttünk repülővel, a többiek meg átkomposztak. Mire ők átértek Korfuról a szárazföldre, mi szálltunk le Ferihegyen. Szóval azért nem hülyeség nem a repülő. Nem hülyeség. De Spanyolország is meg volt busszal. De mondjuk az kaland fiatalon, tehát szerintem az jó gimiben elmenni. Nekünk volt ilyen. Felnőttként le a kalappal, aki végigül két napot, hogy lássa Barcelonát, vagy más felet. Tessék? Ha nincs más, és ez tényleg, ez kijön. De nem úgy értem, szerintem van más, nem ülsz föl. A repülőjegy azért lassan ugyanannyiba kerül, mint nem. Nem, Juli, nem. Nincs már a fapados repülőjegy, hogy 5000-ért kivisz, nincsen, most vásárolok de jegyeket. De Tesszaloniki-ba. Oké, nem is megy senki, kivéve benneteket, de... Na, szerintem nincs az a város, amiért ülnék másfél napot buszon. Nem tudnának, nincs az a destináció. Hát igen, megtehetjük, hogy kifizetjük. Nem, hát, ha nem jutok el abba a városba, csak busszal, se azt hiszem, hogy köszönöm, akkor nem. Tehát nem tudna olyat ígérni a város, hogy hát egy Barcelonát. Busszal, másfél napot. Hát, hogyha nem akkor nem járok Barcelonába. Semmi, lehúzom a listáról Barcelonát. Te ülnél másfél napot? Hát figyelj, igen. Most még fölülnék. Még most is fölülnék. Nincs az a hely. Figyelj, azt mondtad nemrég, hogy neked azért listán van ez az Annapurna trekking. Igen. Busszal kell menni? Aha. Akkor kihúzva. Katmanduból átmenni a Himalája lábához. Hány nap, vagy hány óra az? Az egy kb. 300 kilométeres túra. Én azt hittem, hogy jó. 13 nap, tudod, amilyen buszutak vannak ott. Hagyjál már, hát nem lesz itt semmi gond. Az 9 órás, 10 órás buszút volt, és utána még egy jippel egy ilyen offroad túra.
Hát. Van, aki fél a repülőtől, írja, hogy ő nem ül föl, és akkor marad a busz meg a vonat, azzal járnak. Igen, és akkor úgy mész nyaralni, hogy fölülsz éjszakai vonat. Az oké, szerintem, ha vannak jó minőségű vonatok, meg szerintem alszol egy jót, vagy ilyen hálókocsis, az rendben van. Emlékeztet, de a busz azért az nagyon összezárt közeg. Milyen buszokkal indultunk el? Mivel? Isten. És levette a cipőjét. Fasírtot evett. Lumpában vezetett. És úgy szálltunk fel rá, hogy senki nem kérdezte, hogy ez hova megy, mikor fog szétesni, és van-e benne biztonsági év. Nem. Elszállt rá az egész osztály, és mentünk. Jézusom, Görögországba így. Így, elindultál. Tudod, ilyen csoda, hogy odaértél buszokkal. Igen, igen, és akkor kipapíroloztuk, hogy ki fog éjszaka az üléseken aludni, és ki fog az ülés előtt leterített hálózsákra ilyen magzatpózban összehajtogatva. Úgy, hogy tele volt minden csomaggal, mindenhonnan, minden lógott. Jézusom, és mekkora bulik voltak. És, persze, gyerekként ez rendben van, igen. 89-ben voltam először Bécsben, céges kirándulás, Győrben megszálltunk, este buli, másnap irány a Mária Ilves. Hát az úgy oké. Videó, bagnő, parfüm, Rit Farmer. Tudod, az egyébként jó volt. Pont mai napon történt, 6 éve 25 euró repjegy Majorka, reggel kikilenc strand, egész nap tütüke, este totál a haza óriási buli volt, 20-an mentünk. Jézus Mária. Jól, mondjuk ez a dítet, ezt 20 évesen diliből, ezt simán bevállalod. Hogy gyerekek, 5-kor találkozó a reptéren, 10-re kín vagyunk Majorkán, fürdés, az esti géppel hazajövünk. Hát ez dílibből 20 évesen. Ha elmész Majorkára, akkor már legalább egy éjszakát ott töltesz, nem? Hát bevállalós, igen. Az, hogy reggel mész. Ez a horvát túra is, fölülsz reggel, kimész 10 órát, úszol 3 órát a tengerbe, és visszabuszozol 10 órát. Nagyon kell szeretni a tengert. Ezt le a kalappal, aki ezt bevállalja. Egyébként ilyen 20-30 ezer forintból megjárja a busz. Igen, meg megvan annak az egyszerűsége, hogy neked nem kell tengerpartot vagy partokat keresgélned, hanem fogja, odaáll, leszállsz róla, már gyalogolsz be a vízbe, és tudod, hogy 5 órakor itt van a találkozó, és csak vissza kell szállni. Tehát van ebben valami halálosan kényelmes. Tehát nem kell keresgélned, jaj, itt nem tudok behajtani, nem, itt tudod, nem kell. Tehát, hogy ott megvan a pak, és csak menned kell a tömeg után. Mész a tömeg után, be a vízbe, ki a vízbe, be a buszba, haza. Egynapos, láttátok? Egynapos horvátországi túrája. Láttam ilyet, persze. Igen, nagyon sok, nagyon sok van. Is, aki szerette? Elmen. Szerette, igen. Hát nem nagyon volt más lehetőségük elmenni nyaralni, úgyhogy ez volt a nyári program. Szerintem este indulsz, reggel érkezel meg, lehet egy napot fürdesz, és akkor délután, amikor jössz vissza, igen. Kora hajnalban mentek, odaértek mondjuk ilyen 10 órára, utána ment a drinkelgetés, meg a fürdés, és aztán délután 6-7 óra fele elindultak. Mm. 90-es évek 12 személyes kizbusz, a program része volt a fürdés, ezért fizettem be, bazár, ahol ki volt írva, magyarok, ne lopjatok. Vettem egy arany láncot, fürdöttem a tengerben, öreg lányok bugyiba melltartóba fürdöttek. Szóval akkor ezért ez nagyon ment. Egyszer utaztunk Berlinbe vonattal, észak a 4 fős hálókabin, soha, de soha többet. Én Prágába mentem ilyen alvókocsival. Még a szüleimmel. Azért egyébként gyerekként az jó móka. Meg szülőkkel, meg haverokkal, oké. Az jó móka. De amikor a 4 fős kabinba ti vagytok ketten, meg még 2 valaki, azért az igen, az is, igen. Ott van egy kalandfaktor. Csobbanásnak hívják, nagyanyám törzsutas. Csobbanás. Egyébként ez jó. Csobbanás program. Kimegyünk csobbanni. Igen, ezt szeretem. Igen. Itt bementünk hálókocsissal. Egész család. A legjobb utunk egyike volt. Szuper jó volt. Tényleg, én a mai napig visszasírom. Nagyon. Olyan jó kis, olyan volt egy csapatépítő. Én nem tudom, hogy tudna-e annyira hiányozni a tenger, hogy 11 órát buszozzak egy napos fürdésért. De nem azért, hogy megtehetem a repülővel, tehát nem, azt mondom, hogy vagy megyek és úszom tengerbe, vagy akkor nem megyek, hogy valószínűleg úgy döntenék, hogy akkor nem. Tehát nincs az a tengeri egynapos úszás, igaz, ami tud annyira jó lenni, hogy 10 órát üljek egy buszon. Tehát le a kalappal, aki ezt bevállalja. És nem azért, mert te mehetsz kocsival repülővel, nem. Vagy mész, vagy nem látod a tenger. Semmi baj. Köszönöm szépen. Veszünk valamit. Egy Margit sziget, bármi. Tehát egy napra ezt a csobbanásos utakat le a kalappal, ha ezt te végigülöd. Az ott a tenger. Úszol egyet, Marika, csokom vissza a buszra, 12 óra haza. Hogy nézel ki utána? Tehát azt mennyi idő alatt pihened ki? Szerintem sokkal fáradtabban jössz haza, összetörve jössz haza. Hát 2-12 órát utaztál egyébként 10 órás marha jó tengeri buliért. Több az utazás, mint amit ott töltök. Igen. De most igen. Hogy azt úgy valahogy azt úgy nem értem. De inkább akkor soha többet tenger. Mondjuk nekem a transzibériai vasútvonal, azért azt nagyon szívesen kipróbálnám egyszer. Na az jó, az igen. Az a leghosszabb, ugye? Igen. Hát az valami a világ igen. Leghosszabb. Hány, 2 hétig megy, vagy mennyit több megy? 2 hétig megy, igen, 2 hétig megy, és tulajdonképpen lehet, hogy egyébként semmi etvász nincsen benne, mert hogy hosszú napokon keresztül mész bele a büdös nagy semmibe, de közben mégis van valami olyan izgalma, vagy olyan varázsa ennek az egész útnak, ami miatt egyszer nagyon szívesen megcsinálnám.
Szerintem a harmadik napon mondanád, igen, hogy kár. Köszönöm szépen. A szeppét látom, értem, három napja. Hát köszönjük. Ez a világ leghosszabb ugye vasútvonala, én nem is tudom, 2 vagy 3 hét, vagy 20 nap, vagy nem tudom mennyi idő alatt megy végig, hogy sok 1000 kilométer. Igen. Biztos szép, ha kilátsz. De, de nincs, hetekig nem látsz mit, mert a sztyeppe van, érted? A nagy, az végtelen orosz sztyeppe. Semmi. Azt szerintem az megint bevállalós. Igen, tehát nincs olyan, hogy megállsz egy városba. Mert nincs. Érted? Napokig semmi nincs. Jó, amikor Budapest vált is több napos nálunk. Tehát ugye ez igaz. Valójában így hallgatok, de az is benne van, hogy nekem nem kell a transzibériai szó. Menj föl Ácra, föl. Nem, egyébként ezek a zónázók, ezek tök jók. De a védelmükben mondom. Tehát, hogy például Budapest vált. Mikor utaztál vele utoljára? Van ismerős, aki ott megy ezeken a zónázókon. 100 éve én is mentem még ilyenről be. Ezek ott vannak, időben indulnak. Ezek jók, ezek nem rosszak. Ezek mennek. Az én fiam azzal jár iskolába, és eddig még sose késett el, úgyhogy én is, nekem is meg kell védenem őket. Igen. Tenger. Kijevbe voltunk, hogy hívják, a vonattal, 80-as évek, ezek ez 84 vagy 83, és az volt olyan, képzeljétek el, hogy ugye osztálykirendes, hogy ilyen iskola kirendulás volt, kicsit árnyékolta, hogy anyám bedumálta magát a buliba, tehát ő is jött, ugye az nekem annyira nem, de egyébként jó fej volt előre a mama. Előre jött legalább. Vonattal mentünk, hálókocsis vonattal, és az például 10 évesen, az a 2 nap, amíg odaértünk, az marha nagy volt. De így nem is értetted, hogy vonat, amiben lehet aludni, kaját kapsz benne, tök jó volt. Tehát az 10 évesen ez izgalmas. Ma már nem vállalnám be. Ma már nem. Igen. Igen. Azt írja valaki, akik általában egy nappat mennek tengerre, azok azért mennek, hogy Facebookra megcsinálják a fotót, hogy a rokonságot kiszúrjanak. És különböző ruhákban, tudod, mintha egy hetet ott töltött volna. Igen. De van ebben egyébként valami nagyon ilyen szomorú? Nem? Hát, hogy... A Pándor? Ne, a Pándorban szerintem nem. Okos, hogy indítanak buszjáratot, tök jó. Tehát gyere el, nekünk ez megéri, pattanj a buszra, hát egy kicsit költesz. Macerás, ha a szomszédodba egy csávó leül egy hűtőszekrényen szerintem, tehát ez picit nehéz, de meg tud oldani. Nem, de ez egy nap tenger, nem? Hogy ez maradt. Ebben van egy ilyen... Istenem, hát azért ez ilyen szomorú, hogy már ilyen utakra is van igény, tudod, hogy 25 ezer forint, és hogy akkor nincs, valószínűleg nincs pénze egy hétre elmenni. Nem, ebben van azért valami ilyen. Se pénze, se ideje. Csobbanás, jól hangzik, csobbanás, gyere, csobbanj velünk az Adriára. És hol nyaraltál idén? Horváth tengerben. Mennyi időt töltöttetek? 3,5 óra. És gyűlölnek a rokonok, igen. 6 szelfi, 6 különböző helyről, tudod, egy nagyon nagy hely halastál megpakolva. Horvátországban voltunk, de Lajos, hogy itthon vagy? 3 órát töltöttük. Egy ilyen oda visszaút van. De ők az igazi szabadságharcosok. Ők az igazi tenger szerető gyerekek. 20 óra buszút, 3 óra tengerért. Na ők az igazán elszántak. Békatalps, és szerintem Békatalps, Snorri, Maszk is indulnak csobbanni. Igen. Nem? És szerintem ők nagyon megfürdik a tengert abba az egy napba. Bemegy, és ott nem lát semmit. Igen, 2 darab ilyen, tudod, ilyen pet palack így elúszik. Nagyon fáradt ilyen hal. Hol? Belelépsz egy sűnbe, tudod, megégsz. Rommá égsz, és a buszon visszafele már nagyon készen vagy. Na jó, de meg kell csinálni. Tehát, hogy ez jó, így rendben van. Ha már meg lehet fürdeni, meg lehet. Na jó, kíváncsiak ezen a Pandorf járatra, hogy ez mennyire mennyire fog működni, vagy hogy bejön-e. Na de fölülnétek-e egyébként a világ leghosszabb buszjáratára? Na. Egy hallgató írja, nekem is eszembe jutott. Már megszűnt London, India. Na? Azt, és volt, aki végig utazta. És hány óra, hány nap? Mit csinál? Hát ez nem tudom, ez hetekig tartó. London, India buszjárat. De csak nem megy, tudom, vagy India... közben megáll 120 helyen, és közben megnézem az egész Európát. Nem, megy, de leszáll. Nem büdös a szomszédod, nem is drive Londonba, is fölül. Hogy egy hét múlva is mellette. Ez ilyen nagyon köriszagú, tudod, ilyen borzasztó hagyma és köriszagú, csak turbános csávó leül melléd egy kecskével a hóna alatt. És azt mondod, hello haver, ez hosszú lesz. Ez nagyon hosszú lesz. Na jövünk mindjárt, 8:00 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után. Hú, de izgalmas ez a téma! Balázsék a Rádió Egyen! Itt vagyunk, jó reggelt, 3:48 lesz, 3 perc múlva, péntek van gyerekek, és még a hétvégén jó idő. Mondhatni az utolsó nagyobb rugás, aztán jön a hideg, hogy Juli is lehűljön, és megnyugodjon, aludjon. Zsül és Juli, igen, a két hideg kedvelő. Összekapaszkodunk. Igen, igen. A sűvítő szélben. Hát már most összekapaszkodhattok, hűvöske van ki. Hűvös. Jó, finom. Jó, igen. Nagyon jó. Nem mond nekem, hogy ez nem jó. Hát nem rossz, de van jobb is. Én nem tudom, jó, én nagyon nap. Igen, szorongok, fordulunk rá a hullólevelekre, az orvos esőre, a sötét reggelekre, a sötét esőre. Ezt szereted? Délután 4-kor már nem látsz semmit. Igen, sötét van. Hát, fú, depresszió, öngyilkosság.
Mit mondott? Összebújás. Melegbe, hogyha hozzám ér valaki, akkor csak megőrülök, mert csak összeizzadok vele. Viszont, hogyha hidegbe összebújok valaki... Jó, azért ne lábazzál a pultalatoktól, mert itt ülsz mellettem. Miért ne? Csak finoman lábazzál azért. A Júliba szok. Na jó, ez beillett egy időjárás jelentésnek, úgyhogy megtámogatjuk. Az időjárás támogatta a klímákat is forgalmazó Szatmári épületgépészeti és fürdőszoba szakáruházlánc. Hőtárs a hőségben. A zsüléknél fél évig nincs szex. Hát a melegben nem dörgölöznek össze. Nincsen. Külön ágyban alvás van? Hát. Melegben? Hát ez az ilyen. Egymástól vízes lepedőbe burkolva. Úteset dőlt egy fa miatt, fa miatt ütközött ez a két kocsi, 66-os főút, 63-os kilométernél, a félpályás húzárban. Tehát 65-ös. Főút. Milyeneket elküldjetek? Nem 60, egyszerűsítsetek. Az másik. A komoly baleset van, egy félpályás útzár az nem hír. Igazából most három autó áll egy útzár előtt, egy piros lámpánál, aztán elengedik, de aranyosak vagytok, de ezt nem kell. Nem kell elküldeni. Jól van, azt mondja, hogy villanyautósok felégezhetnek, nem kell a klíma, ez legalább plusz 50 kilométert jelent neki. Egyébként így van, a lakás lehűl 26 fokra. Egy jó átszellőztetéssel most azért sokat lehet hűteni. Tudsz nyerni. Tessék? Ja, sokat tudsz nyerni. Igen. Na milyenek az első esték gyerek nélkül? Ó, hát nem fél gyerekkel, nélkül, család. Egy gyerekkel. Hát senki nincs itthon. Ja, család nélkül, várjál tényleg. Senki, hát mindenki írtam, hogy jöhettek bulizni. Persze, hát senki nincs itthon. Meddig van kimenőd? Jövő hét végéig, péntekig. Ó, hát az egész hosszú. Péntekig, már tegnap el is kezdtem, hogy ne legyek otthon egyedül, úgyhogy tartottunk egy ilyen kis születésnapi... Áthívtam a csajokat. Születésnapi mókát itt benne a fővárosban, és akkor így szépen beosztom magam. Szétosztom magam azok között, akiknek egyrészt nincs erre igénye, de mindegy, rájuttuk málom magam, és akkor megyek családról családra, ne kell otthon ülni egyedül. Szörnyű. Tehát úgy, hogy élsz, most már nem tudom, 10x éve, 18 éve úgy, hogy mindig van otthon valaki, és tökre örülsz neki, és egyszer csak hazamész, és sehol senki. Nekem nem jó. De ha tudod, hogy ideiglenes, akkor azért az úgy jó, nem? Hát persze, tudod, hogy elmegy, tart. Elmegy, persze. Tehát nem az van, hogy aglegény életet érsz, akkor egyedül csöndes lakásba mész haza, hanem az van, hogy majd valamikor... Hát akkor élnék aglegény életet, ha én ezt élvezném, hogy egyedül megyek haza. De én ugye ezt sose szerettem, ezért aztán van család. És akkor most, hogy van belőle 9-10 nap, azért olyan furi. Furi a dolog. Ha-hú. Ha-ho, sehol senki. Te itt mit csinálnál? Szépen leülsz, előveszel egy könyvet, végre nyugodjál. Igen, te meg szorogsz. Én meg valahol átmegyek, ahol vannak emberek, hogy csináljunk már valamit. És vannak, akik így oda jönnek, és megkérdezik, hogy Feri, jobban vagy már? Így persze. Elmúlt már. Persze. És bíztatnak, hogy ez ugyanilyen lesz hosszú időn keresztül. Igen. Viszont ha van egy kis idő? Van, hogy a tegnap esti gyerekek siker történet, és már lehet gondolkozni azon, hogy mi volt a legrövidebb idő alatt elhangzó lepattintó duma az életedbe. A baráti társaságunkban van egy fiatal ember, nevezzük A-nak, mondjuk, hogy nehogy itt aztán megírják, hogy bemártottuk nehogy őket. Befereljen. Nehogy befereljen. Nem elég az enyém. Azért mondom, hogy én a hétre megvagyunk. Én nem akarok többet, nekem jó, ha csak téged írnak meg. A fölment arra az oldalra, amiről egyszer beszéltünk, hogy hát ott olyan lányok keresnek támogatót, akik ugye bizonyos szolgálataikért cserébe pénzt kérnek úri emberektől. Ugye? De a Sugar Daddy program. Na, gyakorlatilag igen. Nagyon, nagyon jól lerövidítetted, de nem ez az egy alkalmas, hanem ott ugye hosszú távú szerződések születnek erről a sztoriról, hogy te azt mondod csinos nőként, fiatal lányként, hogy hát bizonyos sok százezres havi támogatásért cserébe, te elkíséred az üzleti útjára a partneredet. A hálószobájába. Jó. Elkíséred a hálószobájába. Csak gondoltam, még 7:47 van. Na most a haverom erre fölregisztrált, hogy akkor hát nézzük, hogy mi a vásár, mi a menete ennek, végig görgette a hölgyeket, egyen megakadt a szeme, akivel ezt hosszú távon el tudta volna képzelni, hogy akkor itt többször egy hónapban találkoznak, ő ezért ad egy kis készpénzt, ráírt a kisasszonyra, hogy mégis mit kell tudni rólad, ki vagy, tehát hogy nem csak húspiac, érted, itt lélek van. Lélek van. Édesem, ki vagy, már kell tudni rólad, kedvenc költőd, irodalomban neked, jársz a színházba. Várjál, hát orosz irodalom, vagy kortárs magyar irodalom, mit olvasol mostanában? Akkor mi nem passzolunk. Nem, a szereted az orosz irodalom. Gorki, nem. Akkor nem fogadhatom el a pénzedet, ha te inkább azt olvasol. És a kisasszony válaszolt is egy terjedelmes levélben, hogy ez és ez, innen jön, ez szereti,
ezek a dolgok érdekli, és hát természetesen mellékelt magáról ugye fotókat is, ahol már lehetett látni a lényeget. A nevű barátom felvillanyozódott, gondolom, hogy leginkább a fotók láttán, tehát nem az érdeklődési kör láttán, és akkor hát mondta, hogy akkor térjünk rá az üzleti részére a dolognak. A kisasszony visszaírt, hogy oké, de te ki vagy, mivel foglalkozol. És a barátom leírta, hogy hát ő egy... Halőr vagyok, egy lencei vízügynél. Majdnem, de nem ezt írta, hanem azt írta, hogy hát van egy üzletember, akinek én vagyok gyakorlatilag a jobb keze, intézem a dolgait, hogy ő tudja a gazdasági ügyeit vinni, ne kelljen neki csipcsup mindennapi dolgokkal foglalkozni. Megérkezett rá a válasz, akkor én a főnöködet keresem, szia. És kilépett. Óriási duba, gyerekek, sírva rögtünk rajta. Ez egyébként tényleg jó. Hogy én a főnöködet keresem. Akkor nem te vagy az én emberem, én a főnöködet édesem, keresem. De ő nagyon naív, hát miben ezt kell írni? De lehet, hát, hogy annyi megkeresést kap, hogy igen. Nem? Igen, víz és gázóra elolvasó vagyok a Lagárdon és Velencén, de most lehet, hogyha jól csinálom, rám bízzák Fehérvár egy körzetét is. Nagyon szeretnék lányokkal ismerkedni. 130 a nettóm. Szereted a kiroszt. Szeretsz a Velencétón a korzón flankálni? A gárdonyi gyíroszt nagyon finom. Hát jönnél egyszer a gárdra megnézni, itt van az a huszár, tudod, ott azt körbe tudnák sétálni. Édesem, hát ez nem így kell, de jó, ez helyes. Ő egy kis naív, hát, ugye? Meg még fiatal, nem. Vagy nem? Idősebb? Miről beszélsz? Hát dörzsölt üzletasszony. De nem ő, hanem a csávóra írom, hogy így a fiú nem rutinos ebben. Ja. A fiú nem rutinos ebben, nem? Nem. Ugye? Igen. De tulajdonképpen... De lágy őszinte, egyébként én ezt bírom. Ez a tehát jó. Ez, hogy a főnöket keresem, hello, ez most meghívja magát egy vacsorára, elmész, csinál egy fotót a Dérinébe, hogy jaj, akkor itt ülök, és lebbens levest teszem, hú, de jó. Te kifizetsz egy 25-ös számlát, mert még evett egy krémest is, iszol két limonád, és utána lepattint. Tehát a csaj azonnal a lényegre tért. Azt mondta, hogy figyelj, a főnöket keresem. Nem te vagy az én. Mi a guba körülbelül, vagy mi a? Hát nagyon, az alsó hang, azt mondta a haver, hogy az olyan... Hát olyan 500 ezertől indul havonta. Magasok a tandíjak. Hogy elszaladtak ezek a tandíjak most? Hát életben hogy felment ez az iskoláztatás, te Feri? 500 ezer forintba mi fér be? Hát minden. Mi ott valószínűleg napi szinten kell, hogy rendelkezésre álljon? Nem. Ez gyakorlatilag egy alku tárgyát képezi a dolog, hogy azt mondja a kisasszony, hogy ő ezért heti egyszer hajlandó veled elmenni valahova, meg heti egyszer kufircolni, és akkor ez mondjuk 500. 500 rugó? Igen, és ráadásul... Csinálod az addig, hogy miért nézve, hogy elkezdtél regisztrálni? Bemegyek a vészemet, egy csepteját. Nagyon meggyűlt a bajom az egyetemmel, 46 éves vagyok, Júlia, most már szerintem meg lesz a diplomám, fiatal ura jelentkezését várom. Ez a Fránya Egyetem mindig kifogott vele. Mások által csinosnak mondott, Milf keresi támogatóját. És tudod, mindig vannak a ézék, a keresett modellek, és vannak az akciósok, és én kapok majd egy saját fület. És írnak most szülők, hogy a szótárfüzet nagyon megdrágult, úgyhogy megértsük. És ráadásul ugye ő nem csak egyet tarthat egy pasit, hanem többet, persze, és akkor beosztja az idejét annak megfelelően. Ja, és lehet benne nemet mondani, amikor azt mondja a támogatónak, a támogatott, hogy ma nem jó, ma nem érek rá. Mert valószínűleg ott a másik mert támogatóval. Mert szigorlatom ez holnap. Vagy mondjuk azt. Holnap írom, igen. A latin és a igen. Hányan vannak fenn? Egyébként lehet válogatni? Sokan vannak? Ezen az oldalon? Mindjárt megnézem neked. A bőség zavara van? Hát hogy ne? Hát persze, hát ez persze. És akkor választhatok, hogy mondjuk eltés legyen, vagy villanykozós? Édesem, de cuki, hogy ezek a lányok nem eltések. Nem. Édesem, de aranyos vagy. Igen, ez közgázosok. Egyébként vannak páran, akik tényleg valóban járnak közülük egyetemre. De én nem tudom elképzelni, hogy valóban iskolások lennének. Nem tudom, nem nagyon mozgok ilyen körökben, de lehet egyébként igen, hogy gazdasági iskola, ELTE, pszichológia szak. Muszáj valamiből a dolgot finanszírozni. Igen. Tehát nincs szó, most nézem a bemutatkozókat a Sugar Babykről, mert ők így hívják, hogy Sugar Babyk. Nem nagyon van benne egyetemi tanulmány. Csak mondom, hogy tehát ahogy a 18-49-ből mi lassan a mérésből kiesünk, te se vagy a Sugar Babybe. Tehát úgy finoman jelzem, hogy a felső korhatár az valahol arra. Én már barna cukormami vagyok. Te a Sugar Mamiba vagy. Sugar Mami vagyok. Te erősebben a Sugar Mamiba vagy. Gyerekek, írj egy hallgat azért, ez nem gyanús, hogy két napja üres a kecő, és a Feri előjön egyet.
fölment, és azt a választ kapta, 6000 kilométerre van a család Spanyolországban, sehol egy gyerek, sehol béka, hogy két nap múlva az A, haverom, hívjuk A-nak, A-nak, persze, hívjuk A-nak, két napja kapott. Amit András, érted, mondjuk. Két napja kapott egy választ. És most nagyon szomorú. Én nem tudok, szomorú. Hát ha én akarnék, akkor most arról beszélnék nektek, hogy az egy éjszakás kalandok milyenek, mert ez hosszú távra köttetik. Te és sugármukik vannak? Hogy ne lennének? Sugármukik. Az ki a hát van a sugárbébi, meg van hogy a sugárfiúk. Sugár mindenfajta van. Sugárfiúk is tehát van. Ugyanennek megvan, hogy idősebb nőkhöz mennek sugárfiúk, persze. Szerintem ez a te tereped. Takarítanak. Takarítanak is. Ha akarod. Hát tudod, milyen nehéz mostanában jó takarítani. Tudod, milyen koszos és pókálós a sarok? Nem érem el a cirogsöpővel. Komolyabb pénzt is fizették. Valaki egyszer jön, csinálja már meg. Hát nagyon-nagyon koszos az a tűzhely. És akkor őket így el lehet vinni, mondjuk egy eseményen, hogy szépen ott vannak a fiúk. Itt a fiú. Hát, de ők szerintem... Hát ez alapjában minden. Tehát akarod hostess, ha akarod eljön vele, tehát attól függ, hogy mire keresek. Megállapodás kérdés. Hát szerintem igen, nem? Nálad hogy szokott menni? Szesek, én sugárfiúkat keresek, de mindig lebukok, hogy a Corvin mozi előtt áldogálok egy rózsával a kezemben, és oda jön egy 19 éves fiú. Nagyon aranyosak. Ez nem borzasztóan szánalmas egyébként. De ki nálad keresett? Miért lenne szánalmas? Tehát, hogyha van rengeteg sok pénzem, akkor az egyszerű, mert ez egy borzasztóan egyszerű megoldása a párkeresésnek. Nem kell vele bajlódnom, jön, megy, hazamegy, és nem kell. Igen, hát nincs felelősséged. Meg na, egy kicsit a felvetés, de tetszik. Ez is jó benne, igen, hogy nem kell keresni. Nem feltétlen erről szól. Hát lehet, hogy kopasz vagy ronda, de nagyon sok pénzed van, és a büdös életben nem kapnál ilyen lányokat, viszont hogy fizetsz, így megkapod őket. Szerintem ez inkább ez. De meg nem... figyelj meg, nincs felelősséged benne. Nem egy kapcsolatba élsz, hanem egy üzleti kapcsolatba, aminek azt mondod, hogy figyelj, most már nekem nem tetsz. Hát meglehetősen sekélyes hát, azért, jó, nem? Hát de szóval, hogy... erről beszélek. Igen, most... hogy nem kell elköteleződni, nincs az összes hullámvasút, ami egy párkapcsolatban van, nincs az elköteleződés, hanem fizetsz valamiért, ha nekem holnap este meg kell jelennem valahol, akkor jön a sugárbébim, elvittem, egy héten egyszer történik, aminek történik el, és ha meguntam, akkor azt mondom, hogy figyelj, köszönöm szépen, keresek magamnak másikat. De ez nem a Tinder, csak ingyen. Ingyen. Hát a Tinder az igen. Hát de most, ha egyébként körbenézel a környezetedben... Nem a Tinder, ez összegyűjti, ez egy gyűjtő oldal annak, ahol azért ezek pénzbe kerülnek, ezek a szolgáltatások. A Tinderen ugyanilyen típusú párbeszédek vannak, hogy hol én csak alkalmi szexet keresek, akkor találkozunk holnap este, és mindenki megy a dolgára. Hát hány ilyet hallasz, hogy már senki nem akar elköteleződni már, illetve ez hülyeség, mert egy csomóan el akarnak köteleződni, de egyébként megvannak ezek a fórumok, ahol ingyen felszesz csajokat. Miért fizetnél szerintem érte? Egy kicsit más a kettőnek a profilja, vagy másról szól. Tehát az egyik... A minősége? Ne, azt nem tudom, hogy milyen a minőség, egyikben sem mozgok túlságosan rutinosan. Tehát, hogy nincs Tinderem, nem nincs ez a sugar daddy per kom per citrom mélpent hú, vagy nem. Tehát ezeket nem is. Szerintem egy picit másról szól. Tehát, hogy a Tinder azért az egy kölcsönös, nem pénzalapú randi, amiből lehet egy éjszakás kaland, de ha egymásra találunk, akkor egy valódi párkapcsolat. Itt ez egy teljesen egyértelműen kimondott biznisz, amit kötünk, és mindenki tudja, hogy ebből ő mennyit vesz ki, és mennyit tesz bele, és milyen feltétel szerint játszuk. A kettő szerintem nem ugyanaz. De tehát... férfinek nem rohadt szánalmas fizetni egy nőnek a szexért. Ha tehát pontosan tudom, hogy ez a nő azért mosolyog rám. Miért egy nőnek nem rohadt szánalmas, hogy 30 évesen, 50 éves pasik nyereknek rajta, nem... és fizetnek neki 3000 forintot, hogy jó helyeken fotózkodjon, meg legyen pénze. Hát ez oda-vissza. Nem érezni őszintének a mosolyát, tehát hogy nem azért van velem, mert én tetszem neki, mert hogy az értékeimmel... De nem ezt keresed benne. Hát ha cukrázzám, és nem akarsz hamburgert tenni. Tehát nem az őszintességet, az értékeimet, ez nem erről szól? Tehát hogyha valaki mondom, elmegy és igénybe vesz egy szolgáltatást, akkor nem azt keresed. Tehát elmész és te elmész oda valahova, és ott igénybe veszel férfinek egy szolgáltatást, nem azt keresed. Értem, hogy igénybe veszed ezt a szolgáltatást, csak hogy az, tehát hogy szerintem egy férfinek az rettenetesen frusztráló lehet, vagy én legalábbis azt gondolom, hogy frusztráló lehet, hogy ott vagyok kopaszon, kövéren, üdösen, kifizetek 500 000 Nem biztos, hogy büdös, jó, akkor csak kopaszon. Kifizetek 500 000 forintot egy ilyen kislánykának, és tudom, hogy ez a kislányka egyébként szóba nem állam velem, és csak azért jön és kedveskedik nekem mindenfélével, mi mert én probléma? Ezért fizetem. Mi ezzel a baj? Mi a baj ezzel? Mondja valami rosszat. Mi a baj? Hogy tök szánalmas. De nem, ez egy üzleti hogy nem kapcsolat, tudsz, nem tudsz meghódítani egy normális nőt. Ha nem lenne pénzed, akkor nem lenne senki sem állam. De van neki, ez a különbség, hogy neki van, és meri használni. Kész. Hány feleség csinálja?
Bizsod, várja, mit mondjam? Várja, mit mondjam? Hány feleség csinálja, hogy pénzér van a férjével? Nem. De értem a Zsül, mit mond. Pénze, akkor ugyanúgy nem lenne a férjén. Az mennyivel jobb? Az mennyivel jobb? Igen, tehát azt mondja a Zsűr, hogy már nincs érzelem, van, de anyagilag jól van a csaj, sok lakás, sok utazás, már nem szereti a férjét, de heti egyszer, havai egyszer szexelve, itt azt mondja, azért vagyok vele egyébként, mert még pénze van. Nagyjából ugyanez a biznisz köttetik, akár házasságokban, és hát annyira nem meglepő, hogy ez megtörténik. És akkor szerintem ez korrektebb, nem? A Sugar Daddy intézménye, mint egyébként házasságon belül, ha megvan. Persze. Ahogy csak azért maradsz ott, hogy új, akkor most majd hogy fogok megélni, meg hogy megyek Majorkára nyaralni a férjem nélkül? Sehogy. Vagy a feleségem nélkül, hogyha a feleség keres sokat. Akkor ez már sokkal tisztább, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, én kifizetem neked a havi 5 kilót, vagy 1 milliót, és akkor menjünk, kiránduljunk, éljünk jól, szexeljünk néha egyet, és viszont látásra. Nincs érzelmi kötődés. Ennyi. Tehát nem azt keresik benne, amit te feltételezel, hogy az kapcsol. Milyen szánalmas, hogy nincs benne, mert nem erről szól. Te pontosan tudod, hogy nem erről szól. Arról beszélek, hogy odaül, és elkezdi cicázni, simogatja a kezedet, és egyébként pontosan tudod, hogy ő soha az életben nem simogatna, ő csak azért simogat téged, mert te ezért fizetsz neki. Én úgy szeretem, hogy ilyen naív vagy, vagy olyan cuki vagy. De ez tök. Na írjatok, drága hallgatók, amikor nagyon röviden, nagyon gyorsan patított le bennetek. Egy randin fölállt, otthagyott, elment, írt egy üzenetet, nők is, pasik is írjanak. Jó, nagy elánnal volt, nagy tűz volt, nagyon benne volt az elejébe, és valamilyen üzenetet, mondatot, telefonhívás, SMS kaptatok, ahol nagyon csúnyán, nagyon szemtelenül, vagy akár nagyon szemét módon lettetek lepattintva. Jó, úgyhogy várjuk az SMS-eket. Vagy csak próbálkoztatok szórakozó helyen, és valami ormótlan dumával pattintottak le benneteket. Jövünk mindjárt a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Valahol. 8 óra után 10 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Hello, drága hallgatók! Ma már jön a jó idő, vissza egy kicsi hidegfront után, és jó idő lesz hétvégén. Ennyi. Aztán hát jövő héten oda csap az ősz egy kicsit, csak hogy ráhangolódjunk jobban arra, ami lesz. 18-20 fok, eső egy kicsit, de reméljük azért még az indián nyár azért az úgy megérkezik majd szeptember második felére, meg októberre. Miért van ezt a 20-25 fok, szép a természet, jó az ősz? Azt miről tudom, beszélsz? Mit? Két nappal ezelőtt itt sírt a szád, hogy elmegy a 40 fok. És az én szám nem sírt, a te szád sírt, hogy nem bírod a meleget. Igen, de és nem kezdtem a sírásra. Ott kezdtél el hisztériázni, hogy elmegy a nyár. Hisztéria kicsit erős. De, hiszi volt. Igen, kicsit erős. Hogy hát rögtön elkezdtél. Hogy nagyon szeretem a nyarat. Nagyon szereted a nyarat, és hogy te ezt mennyire adod, ezt a 36 fokot, és hogy ebben van az igazi flow. De az nem azt jelenti, hogy ha mondjuk 25 van és vörösödik az erdő, akkor azért azt kifejezetten utálom. Tehát, hogy a kettő az összefér. Csak nagyon szeretem a meleget. Én nem szeretem a nagyon hideget, amit Jules szeret, a 15 fok. De azért, amikor mondjuk van egy ilyen szeptember végi 26-25, azért az még az egy szerethető állapot. Napsütés. Meggyőztelek? Vagy miért nézel így rám, ha klímaxolsz? Akkor vegyél be két szem andaxint. Nyugodj meg egy kicsit. Nagyon sok mindenért ő a hibás, ezért most nem. Jó? Értem, hogy picit heves hőhullámaid és kirohanásaid vannak. Amíg nem szedtem be elem magolajamat. Azt gondolom, hogy egy kicsit talán túlzó volt ez az időjárás jelentése. A reakció, de hát akkor meg is törődjük. Semmi baj ez. Valószínűleg akkor hóra jön. Nincs ezzel baj, nem? Lesz olyan pillanat, amikor csak áthajolok itt. Én szerintem igen. Áthajolok, nézd, ez is benne van. Tehát majd kitalálunk arra is valami megoldást. Nincs ezzel. Add ki, ami benned van. Sokkal jobb, mint a való fölrobban, szeltes bucon, vagy nem a teraszon. Tehát, hogy kapsz egy gyűrhuamot valahogy, jöjjön ez így ki, engedj neki utat. Ha abban látod, hogy én hisztériáztam az időjárás miatt, és ezt meg akarod büntetni, akkor legyen. Legyen ez. Nincs ezzel baj. Ugye Feri behozott egy témát, arról beszélgettünk, hogy ugye sugar daddy-ként, vagy hogy van sugar baby-ként, ha fölmész ilyen oldalakra, akkor mi történik. Nem mentünk bele nagyon, csak kiderült, hogy itt egy haver megpróbált ismerkedni, akit lepattintottak. Amint Feri. Két napja üres a ház, mert hát a család Spanyolországban viszi a gyereket. Amint Feri fölment egy sugar baby oldalra. És ugye, hogy van ez, hogy ismerkedsz, egyáltalán miről szólnak ezek az oldalak? Julival erről beszélgettünk, hogy most vicces vagy nem, vagy jó vagy nem, vagy szánalmas vagy nem, de szerintem keresett kínálat, inkább ugye ez volt a téma, hogy van egy csaj, aki 300 000 forintért tanulmányi segítséget kér, te pedig elviszed, kifizeted, és hogy ez hogy
hogy működik. És erről beszélgetünk, hát nagyon sokan hasonló helyzetben voltak, vannak. Itt van velünk Levente, aki szintén megjárt valami ilyesmit. Hello Levente, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Na, azért írtál nekünk, mert hogy neked volt sugár mamid. Ugye azt mondtad? Igen, igen. Tíz éve volt, nem tartott sokáig. Akkoriban én mentőztem, és mint tudjuk, ugye hát egészségügyisként ugye nem lehet ezzel jól keresni. És lakásfelújításhoz kellett a pénz. Otthon volt a feleségem, terhesen, vártuk a második gyereket. Abba beleretsenek egy pár. Várj, kivel újítottál lakást? Egyedül? Vagy családdal? Egyedül. És akkor még nem voltak ezek az oldalak, hogy akad az ember 10 évvel ezelőtt sugármamira? Érdekelt igazából, és ugye kellett a pénz, így felregisztráltam. És meglepő mondom, viszonylag elég hamar sikerült találni embert hozzá. Azonnal felregisztráltál, vagy volt először bevállaltál plusz műszakot, elmentél másodállásba, vagy az egyszerű kutatvány. Vagy az egyszerű kutatvány. Ebből nem lesz itong tégla. Igen, felregisztráltál egy ilyen oldalra. Pontosan egyébként ebből nem lesz itong tégla, így elnézve a plusz órákat sem, úgyhogy ezért döntöttem így a regisztráció mellett. És akkor találtál egy 50 éves nőt? Igen, ez egy akkoriban hát jól szituált, jól kinéző, itt-ott megcsinált hölgy volt, letagadhatott volna 10 évet is akár. Jó, nem kell mentegetőzni, mert hiszem, hát egy jókarban tartott. Mindent megmagyarázni. Igen, egy jókarban tartott. Hány éves voltál? Az elhangzott már? Nem, akkor 20 éves voltam. 20 éves, egy jókarban tartott 50. Mi volt az ára akkor egy havi szolgáltatásnak? Vagy alkalmanként volt, vagy hogy kellett fizetni? Nagyjából igen, 300 000 forint volt egyébként, és akkor ezzel ugye különböző társasági eseményekre jártam el vele. Igen, illetve még pluszban ugye voltak, hogy esetleg hazai kísérni, vagy ott van egy-két dolgot, hogy a pókhálót alanítani. De ebben nem volt benne akkor a fizikai együttlét, csak egyfajta társaság. Benne volt. Ja, benne volt. Ugyanai vagy Balázs. Azt hittem a pókhálótalanítási, láttalak egy ilyen kefével a kezedbe, hogy mondja, hogy Levente még ott a bal sarokba is. És akkor ez havi hány találkozót jelentett körülbelül? Ez havi ilyen 2-3 igazából. És várjál, és az első alkalommal leültetek, átbeszéltétek, hogy akkor ebből a 300 rugóban mi fér vele? Voltak extrák is? Így nem nagyon voltak extrák, de azért voltak olyan kérések, aminél így elsőre így azt mondta, hogy hú. Júj, és 10 éve 300 kiló. Nem biztos, hogy nekem való, de azért 300 000 forint, az 300 000. Jó pénz. Az szép, igen. És ma ránézel a bútor, a konyabútor, és azt mondta, hogy köszönöm. Ezért én megdolgoztam. Köszönöm, Ibolya néni. Ez a konyabútor a mai napig tart. Azóta be lett fejezve a lakásfelújítás egyébként, de a baráti kapcsolatunk azért mind a mai napig megvan. Az mit jelent? Tehát milyen egy most már 60 éves nővel baráti kapcsolatban lenni, akinek egykor a sugárbolya volt, az mi? Fölköszöntöd a gyermekét? Karácsonykor ajándékot adnak egymásnak? Persze, karácsonykor ajándékot kapok. Hogyha úgy van, akkor baráti társaságban, ugye ez mindig feljön, tehát ez szóval vicces sztori mindig, és ezek ezen röhögnek. De ettől függetlenül néha el szoktunk menni kávézni, megbeszéljük, hogy kivel mi újság. És akkor mondja, hogy a régi szép idő emlékére. Van, vagy finom anyakomplexus azért itt vélek felfedezni, hogy még együtt kávézol ezzel a 60 éves nénivel. Néha süteked egy almáspitét. Kicsit elbeszélget. Na jó van. És mert hány hónapig tartott az együttműködés? Hát amíg föl nem újította a lakás. 3-4 hónap. Aztán meg lett minden, ami kellett a lakásból. Igen. És akkor mondtad neki, hogy akkor Ibolya, ennyi volt, és könnyes búcsút vettetek? Nem akarok szerződést hosszabbítani? Köszönöm. Ibolya mondta egyébként, hogy talált helyettem már. A belgyógyászati osztályról kérdezte magának a doktor urat. Tudjuk, milyen nehéz helyzetben van az egészségügy. Na jól van, Levente. Köszi, hogy elmondtad ezt a sztorit. Csókoltatjuk a nénit. Köszi, ciao, hello. Átadom, sziasztok. Hello.
Na ugye aztán arról beszélgetünk, hogy milyen gyorsan pattintottak már le randin, ugye ide kanyarodtunk, amikor is ugye vagy Tinderen, vagy szórakozóan valahol egy csaj vagy egy pasi nagyon hirtelen lepattintott. Tinderen találkoztam egy fiúval, megláttam és annyira láttam, hogy nincs meg a kémia, hogy a kávéző előtt mondtam neki, hogy ne haragudjon, de egy kávéra se akarom lehúzni. Ez szerintem korrekt. Ez korrekt. Korrekt, de ha már odáig eljutott, nem viszod meg azt a kávét. Nem, hát ránézel, biztos, hogy nem lesz semmi, nem tetszik, akkor, a pidegrásztől és megmondod, hogy ne haragudj, nagyon mellé ment, bocsánat, nem. Szerintem tök tiszta. Én sose tudnék ilyet csinálni. Júli, te kisebb hát dolgokat sem. Tehát, hogy igen, te még haza kísérnéd, megsétáltanod a kutyáját, kitakarítanál neki, és azt mondtad, hogy ne haragudj. Hogy... Talán együtt élnénk másfél éve. Igen, te nem ez vagy. Én ezt bírom, ne haragudj, bocs, nem erre szántad, és kész, már el is kell menni. Tinderen pár nap kellemes beszélgetés után megkérdezte, szeretem-e a tökhőzeléket. Mondtam, hogy nem. Közölte, hogy akkor nem lehet semmi köztünk, és örökre letiltott. Tök jó arc. De kár, hogy nem tudjuk, hogy fiú vagy nem, de ez tök jó. Én is a tökhőzeléket szeretett? Nem. Hát akkor rohagy meg, és letiltott a két szége. Milyen fontos neki a tökhőzelék? Nem? Ő szereti. Ennyi. Ugye? Ennyi. Én szórakozáján próbálkoztam be a pultos lánynál, próbáltam elkérni a telefonszámát, csak szimplán annyit mondott, hogy nem, mert ronda vagy. Jó. Jézus. De ez annyira... Ez igen. Olyan tetű dolog. Igen. Igen. Most mi tudod mennyi? Volna? Én azt nem tudom elképzelni, akkora... Össze kell szednetek a bátorságot ahhoz, hogy odalépjetek egy nőhöz. Azt el lehet küldeni finoman is. Azt is lehet neki mondani, hogy figyelj, van barátom, ne haragudj. De azt mondod, hogy figyelj, ronda vagy. Mekkora tahóság már ez? Oké, okay, de nézzük a másik oldalt. Lehet, hogy 26-szor kérték el a telefonszámát, részeg volt, izzadt, bunkók érte. Nem tudod, hogy mi a szitu. Gondolom nem egy ilyen kis szemüveges, aranyos kézmorzsoló fiú ment oda, hogy szia, szeretném meg ilyen számot. De erős, valóban erős. Valóban erős. Ebben van már szerintem egy-két pultos év, amit úgy letoltál, és már úgy nem nagyon tudod ezeket a helyzeteket kezdeni, hogy naponta 100-an akarnak felszedni. Nem, mert ronda vagy. Van mi kérdés? Szóval, na, akkor takarom. Hosszú a sor. 48 éves vagyok. Általános iskola 8. osztályában szerelmes voltam egy lányba. Egy év eltelte után lehetőségem adott beszélni vele, vettem a bátorságot, a következő mondatot hangzottak el. Szeretnék veled járni. Mire a csaj kérdezem, most megmondjam a választ? Igen. Nem. Majd sarkon fordult és elviharzott. Ezek egyébként traumatikus élmények. Igen. Ma reggel próbáltam ismerkedni, oda mentem a csajhoz, illedelmesen bemutatkoztam, mondtam neki, hogy nagyon szimpatikus, szeretnék meg is kerem menni vele. Ha nem gond, erre a választ nagyon aranyos vagy, de ez most nem opció. Pedig láttam, hogy bejövök neki. Elköszöntem, szép napot kívántam és jöttem dolgozni, hát nem esett jól. Na de ez legalább de ez, korrekt, nem ez opció, korrekt. Mert van csávója, vagy... De ez egyébként korrekt. Ne haragudj, nem vagy opció, igen. Házas vagyok, kopasz kigyúr 120 kiló, amikor rám nyomulnak, elég sűrű, mindig eljátszom, hogy meleg vagyok. Mindig el is hiszik. Egy hetes közös szabadság első napján közölte a fiatalember, válás után annyi megkeresést kapott, hogy itt megtudják az asszony elköltözött. Ő nem tudja garantálni nekem azt, hogy nem fogja kihasználni a lehetőséget, eldönthetem, maradok-e mellette. Ez is korrekt. Ja, értem, tehát olyan, hogy figyelj, sok tűz van, sok vas van a tűzbe, maradj mellettem, ha akarsz, de sokan vagytok. Hozzáteszem, tele van pénzem. A mi kapcsolatunk pedig épp az elején bimbózott úgy, hogy első szerelemként bukantunk egymás 34 év után. No. Ez mit jelent? Hát akkor vele maradt a lány. Ja, vele maradt, ja, vele maradt. Aha. De az tiszta, ha ezt így elmondod, nem? Ja, abszolút. Kellemesnek induló Tinder beszélgetés, megkérdeztem, milyen magas, mivel nekem fontos, hogy magasabb legyen nálam a pasin. 165 cm magas volt a fiú, irreledelmesen írtam neki, hogy ne haragudjon, de nem egymást keresjük, mivel én 175 cm magas vagyok. Válasz, szó, hogy meg zsiráf. Majd letiltott. Na, ez köcsög, már bocsánat. Dak, mi zajlik a Tinderen, gyerekek? Mi zajlik, hogy meg zsiráf, és letilt? Azt a mindenit, bocsánat, nem a csajon nevetek, de hogy mennyire prostok tudnak lenni az emberek, nem? Tehát ez mennyire írtalmatlanul prostasz, hogy meg zsiráf, és letilt. Az a baj, ezeket annyira nem tudod átérezni, mert ezt soha a büdös életben nem utasított vissza szerintem senki. Hát ha én most visszagondolok, akkor tényleg nem azon röhögök, hanem hogy érted, felmegy illedelmesen hány cédbe, stb. És hogy milyen komikus és vicces az, amikor egyik pillanatra a másikra kijön valakinek a valódi személyisége. Aranyos vagy, hány centi vagy, ide járok iskolába, te én 170 vagy, meg zsiráztatod, nagyon kellemes, van egy visszafogod, aranyos beszélgetés zajlik, majd rájössz, hogy Jézus Isten, egy igazi kretén, ne
pozitív visszajelzés, abban a pillanatban robban a személyisége, lehull a lepel, és megmutatkozik az igazi tahó. Kiderül, hogy egy igazi tahó. Addig megadja, tudod, a különböző felvett dolgokat. Tehát ebben a szonyag zsirában, ebben van egy ilyen nagyon őszinte, rettetesen, mondod, hogy a személyiséget nagyon jelzi. Igen. Mikor kibújik a szagazságból, érted? Igen. És addig mézesmázas volt az egész, és kellemes hangvétel, aztán jött a szonyag meg zsiráv. Igen, de valószínűleg nem is veszed magadra. Tehát, hogy a francokat nem. Szerintem igen, egy ilyet, hát nem kezeled a helyén, hogy Jézus Isten, de jó, hogy ez most derült ki, és nem mondjuk két randi után, hogy ez egy ekkora gyökér. Nem? Tehát, hogy szerintem így azt nézed, jó, de jó, na ez még most kibukott. Tehát nem, az, hogy 175 vagy, hát az nem ettől lesz önértékelési komplexus, hogy egy kreténnel találkozol. Hát csak Tinderen azért megvan a veszélye, nem, hogy belefúz gyökerekbe. Igen, szóval... lehet, hogy ez volt már a 20. ilyen visszautasítás. Nem is a magassága miatt, hanem próbálkozik, és csak hülyékbe szalad bele. Az azért igen, nagyon el tudja kedvetlenítani az embert. Igen, és írja hallgat, hogy írtam neki illedelmesen, hogy ne haragudjon. Tehát, hogy ő még tett egy szép kört, hogy nem azt mondta le, hogy figyelj, törpe. Szóval magasak, hanem illedelmes. Igen, nagyon szép. Első randi a hölgynek olyan tájszólása volt, hogy alig értettem, hogy amíg mond. Végig kellemetlen éreztem magam, majd kapott egy kamu hívást, és mennie kellett. Aha, szép. Amikor vannak beépített barátok. De az jó, mert akkor mind a ketten kellemetlen érezték magukat. Tehát igen. A pasi a tájszólás miatt, a nő meg valami miatt, és kapott egy kamu hívást. Egyébként ezt sokszor csinálják, hogy barátnővel megbeszélik, hogy figyelj, hívjál fél óra múlva. Igen. Vagy dob egy SMS-t a barátnőnek, hogy hívjál, mert nem hülye a pasi, és meg akarok szabadulni. Igen. Egyszer ételkiszállításról kaptam egy ajánlatot a csajtól, azt mondta, ilyen jó jattod nem volt még. Mondtam neki, hogy az előző helyen kaptam 200 forintot, erre rám csapta az ajtót. És ételkiszállításkor ajánlat, randi ajánlat? Vagy tehát van ilyen, hogy beviszed a tök főzeléket? Gyere be, együk meg együtt a... Hát erről beszéltünk már, volt jelentkezőnk is rá, tudod, aki ezzel élt is. Úgyhogy ez működik. Igen. A taxiba beült egy bombázó, megyünk két címre, és közben ment a Hungária zene. Mondom a csajnak, erre a zenére akkoriban rock and roll bajnok voltam. A csaj csak ennyit szólt, én meg kis csoportos. Ennyire jó! A további utat csendben tettük. Duma. A további utat csendben tettük meg. Nem volt tovább ismerkedés. Igen. Ez egyébként tényleg elég jó. Kamara erdőnél megkérdeztem a hölgyet, hogy autós kaland játszik-e. Erről annyit mondott, hogy ha ebbe kell beszállni, akkor nem. Na, én bírom az ilyen talpra esett csajokat. Ebben van vér a pucájában. Figyelj, ha ez az autós kaland, akkor taka van. Nem? Egyszer, ugye, hogy van vér a pucájában. Ez, szerintem ez vagány, igen. Ja, Istenem. Igen, randi előtt miről foglak meg is menni, kérdezi tőlem a lány, azt írtam neki, ha megy feléd egy srác, és arra gondolsz, hogy Istenem, csak nehogy ő legyen az, na én leszek az. Ez egyébként jó duma. Ha azt gondolod, nehogy ő legyen az én leszek. Jövök feléd. Jó, egyébként ezek jó esemesek, jókat írnak. Van egy bevált szövegem, annól egy szórakozén odaléptem kicsit piásan a hölgyhöz, és elsütöttem neki, hogy lennék a légutas kísérőd, az erotika füllet fellegei között. Úristen, mennyire szekunder. A csaj annyival leuntott, hogy akkor zuhanyol le a repülőt. Ez egyébként jó. Jó, hogy ennyire rossz dumára nincs nő, aki szerintem felkapja a fejét. Tehát ha lennék a légutas kísérő, az erotika füllet fellegei között, ez annyira rosszul modoros, vagy ha már nagyon be vagy rúgva, és viccesen direkt vagy ennyire modoros, akkor adom. Én ezt a Hello Cica van gazdádat se értettem soha, hogy arra összejött valaki kivel és valaha az életben? Nem fájt? Mi? Amikor leestél az égből? Na, ezek. Igen, táncoltam egy lányal, úgy láttam, szimpatikusok vagyunk egymásnak, odasugtam a fülébe, szépek a szemeit, szépen visszasugta a tiéd, viszont nem, megfordult, és soha többé nem láttam. Úristen, nagyon jó. Na, Istenem. Ki volt a zsiráf, a lány? Valakinek nem esett le a sztori, gyerekek. Igen. A lány volt a zsiráf. Hát persze, hogy hát a fiú mondta a lánynak, hogy túl magas vagy. Igen, mert a lánynál elmondta, hogy túl alacsony, igen. Kezded el hallgató, míg ott kattog a zsiráfos sztorin. Tudod, felolvasunk még négy SMS, de még... Na várjál, az hogy volt? Ki volt a zsiráf? Igen. Ja, Istenem, találkoztam egyszer egy házi bulóban egy nagyon rég nem látott csaj ismerősömmel, kisebb korában csúnyácska volt, de mostanra már kerekedett, megszépült, meg is dicsértem, hogy nagyon szép vagy, jól nézel ki. Rám nézett, és csak annyit mondott, Alex, nem fogok veled lefeküdni. Na, azt tisztam. Ott is rövidre zárták. Nekem volt, hogy köszönés után rögtön nem. Ő a rekorder. Szia, Laci, ők nem. Szia, Laci, nem. Azt a mindenségét neki.
Én egy csávot még a zöld paradobban küldtem el elég gyorsan, jött oda hozzám, szia Cica, van gazdád, hasonló időt a csajozós dumával, fél fejjel alacsonyabb volt nálam, vékony testalkat tipikusan nem az én esetem, de nagyon tepert. Meguntam, így igyekeztem hatásosan megértetni vele, hogy nincs esélye. Hidd el nekünk, fix, hogy nincs közös jövőnk, és te sem akarod, hogy tönkretegyem az életedet. Rövidesen feladta az udvarlási kísérletet. Mondjuk egy ilyen egy nő szájából, nem? Nagyon korrekt. Te sem akarod, hogy tönkretegyem az életedet. Ez azért ugye elég egyértelmű dolog, hogy ezzel a nővel nem biztos, hogy akarsz randizni. Ja, Istenem. Most nem értem, a csajnak volt egy zsiráfja, kérdezi. Az kizárók. És nem szerette a több közeléket. Higgyetek el, a szimpatikus jó apasi, akkor a szia cica is beválik, írja egy női hallgatónk. Én szerintem vannak kellemetlenül induló dolgok, nem? Hogyha valaki szia cicával köszön, az bármennyire jó, az azt gondolnám nőként, hogy az már nem működhet utána. Mert annyira rossz. Feri, te hogy csajoztál? Ha így, szia-cica gondolod. Megkifatlak valamire. Igen. Az például bejött, ha megkifatlak valamire. Igen, Tinderen beszélgetünk, megkérdezem, mit csinálsz? Most mondom, tanulok a KRESZ vizsgámra. Visszakérdezed, hogy nincs jogsít, meg kocsit, mondom, nincs már tiltott. Is. Ott is tiszta, igen. Gyerekek, ez a Tinder egy könyörtelen terep. Ez egy könyörtelen terep, csak óvatosabb. Na jövünk mindjárt 2 perc, a pontosan 8:30. Balázsék a Rádió Egyen. 8:45 lesz pontosan. 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatóink. Hello, Bello. Hello, Bello. Hú, Bali, ez ritka büdös. Igen. A fermentált zöldségnek nincs jó illata. Ez nem annyira volt szexi, hogy ezt behoztam ide. Ha mész ma még valahova, akkor szerintem ne egyél bele. Igen, de úgy tudom, hogy oda ma megyek és ráadásul. És mutatod, hogy szerinted ebben van hagyma? Olyan illata van, hogy szagat. De nagyon egészséges. Nagyon egészséges? A fermentált zöldség a legjobb, amit a szervezeteddel tehetsz. Jó, de jó. De nagyon hagymaszagú. Ez brutál. Tisztelt honfitársaim, kedves magyarok, vágjátok le azt a rohadt parlafújat, megdöglöm. Egyébként hát jó, igen. Jó, igen. Ugye itt első randikról beszélgettünk, illetve randis leépítésekről, hogy mi volt, amikor már az első randintéget leépítettek, mondtak egy olyan mondatot, vagy elküldtek, csak közben kérdezi valaki, hogy jó, de a zsiráf az jó nő volt? Mindenki ráfüggött egy sztorira. Ugye arról beszélgettünk, hogy vannak Tinder randik, amik hát nem érnek túl jó véget, és lepattintanak egész egyszerűen. És hogy milyen mondatokkal küldtek el, vagy patintottak le. És hát jönnek jók, igazából olyan szórakoztató SMS-ek vannak. Silfokon a sétányon kiszúrtam egy lányt, elindultam az irányába, közben felém fordult, látta, hogy célirányosan közeledek. Rám néz, majd megszólal. Bele se kezdjél. Lelohad az önbecsülésed. Igen. Egy csajt próbáltam felszedni egy sötét szórakozóján, oda mentem hozzá, és azzal nyitott, vigyázz, fényre csúnyulok. Nem és igaza szépen. Volt. De még fél évig összejártunk utána. De ez jó. De igen, amikor... az egy vagáncsa. Szerintem ez cuki. Ez helyes. Figyelj, fényre csúnyulok. Ez aranyos ez a mondat. De hogy benne van minden. Kell önirónia, távolságtartás, de azért egy ilyen masszív öreflexió. És ebben ugye azért úgy minden benne van. Igen, egy menő csajsz. Figyelj, fényre csúnyulok. Jól tudod, így is. Biztos. Ha gondolod, menjünk. Szerintem ez tiszta. Tehát ez így rendben. Az önismeret elég jó fokára jutott el valaki, aki ezt így kimeri mondani. Kérdeztem a csajtól, hogy tehetném tönkre az életét, mire ő bocs, de most nem állok észre egy kapcsolatra, ez teljesen egyértelmű volt. Laci küldte nekünk, igen. Jönnek olyanok, amiket nem tudok beolvasni. Kaverom kérdezte a csajtól a diszkóba, jössz táncolni, mire a csaj mondta, hogy nem, hagyjál már. Mire a barátom mondta, hogy nem baj, hogy is szarni indultam. Ja, Istenem. Én az asszonyt úgy szedtem fel, képzeljétek el, hogy mondtam, hogy gyere, ülj föl a Tata motorjára. És működött. Fölült, és azóta együtt vannak. Igen. És jött egy csomó olyan üzenet, egyébként, ahol, amire azt mondtuk, hogy tényleg egy rettenet duma, ez a szia cica van gazdát. És van, ahol működik. És hogy együtt vannak, boldog szerelem lett belőle, nyilván az elején nem volt zökkenőmentes, de már gyerek van, és tök jól működött. Egyszer egy csajszival beszéltünk meg egy randit, azt mondta, ha tetszem neki, vagy ha tetszik nekem, akkor elsőre adjak egyből puszit a szájára. Pacsival köszöntek. Igazi rohadék csaj. De a csaj milyen bevállalós. Figyelj, Béla, ha tetszem, akkor azt úgy mutasd meg nekem, hogy azonnal puszítatsz a számra. Pacsival köszöntek. És jöjjön, és tudod, kicsit így csücsörít, és már várja. Igen. De erre, akkor hogy viszed ezt tovább? Hát azért ez elég egyértelmű jelzés, nem? Hát akkor te balra, én jobbra.
Igen, valószínű. De van ebben valami jó, hogy az elején vagy lepattintod, vagy megmondod, hogy ne folytassuk a randit. Szóval, hogy ez, én szerintem ez, amiről beszéltünk ugye itt a hírek előtt, hogy egy kellemetlenül eltöltött egy óra, az a sokkal rosszabb, mint az elején a lány megmondja neked, hogy figyelj, nem. Vagy a fiú azt mondja, hogy nem. Fiú szájából nyilván egy kicsit keményebb, vagy hímsovinisztább, de egy nő szerintem nagyon egyértelműen elmondhatja, hogy figyelj, be se üljünk. Tinder, Andi, ott vagy, állsz, étterem előtt megjön a pali, és azt mondod, hogy jaj, nem. És ráadásul korrekt, mert ugye a pali utána gondolhatja azt, hogy de azért az ebéd jó volt, ugye? Vagy a vacsora jó volt, vagy azért az megetted, amire meghívtalak. Na, de így nincs, meg így nincs az az üzenet, hogy figyelj, nem. Igaz. De azt is meg lehet, hogy megeszed az ebédet, és te fizetted ki a tiédet, és akkor nincs ez, hogy a csávóval fizettetted. Hm? Retteltesen lélektelennek tűnik nekem ez a fajta ismerkedési mód. És meg az, ahogy ezek a visszautasítások zajlanak. Kézzel, de kapsz 3-4 ilyet. De hogy azonnal visszautasítanak? Összetörsz. Hát ki az, aki egyáltalán oda mer állni, oda mer menni? Ja, hogy azonnal nemet mondanak? Az abból 3-4 az erős. Tehát egy oké, kettő igen, az a harmadszor is neki futsz, úgyhogy kaptál két nagyon gyors nemet azonnal, ahhoz azért bátorság kell. Nem is nagyon gyors nem, hanem csak nagyon gyors nem, hanem utána, vagy találkozgattok, és akkor utána egy ghostingol, vagy eltűnik. Tehát én nem is tudom, hogy mennyire törnék össze ebben a mai párkeresős világban. Én kész, én felvágnám valószínűleg mindenemet. Én ebbe a világban nem vagyok való. Szerintem az elsőbe belehalnál valószínű, olyan kis érzékeny vagy, hogy elmenjél egy randira, és így mondják, hogy figyelj, Gyuli, látlak, a hang nagyon jó volt, de ne haragudj, hát be sem menjünk az étterembe, ott állnál szerintem. Összetörve egy ilyen kis szegfűvel a kezedben, amit a fiúnak vittél, egy kiló darált kávé lenne a kis szatyrodban. De hát csináltam egy alaplevet, hoztam neked almalekvárt. De te 30... már az első randira úgy mennél, hogy brutális megfeleléssel már letapogatod, hogy mit szeret, mit főz, mit eszik, mibe jön. Megvarnád a kedvenc kesztyűjét. De ez csak most történik, 30-40 évvel ezelőtt, és így vágták ki a pasikat meg a csajokat. Hogy most lett ennyire könyörtelen? Igen. Vagy kegyetlen? Szerintem nem akkor tudom. Is ment ez. Téged akkor is elküldtek így, Zsül? Nem volt ilyen nagyon-nagyon erős, meg sok randi élményem, tehát nem tudom, hogy viselkednek az emberek, vagy ebben úgy nincs tapasztalat. Nekem tetszik ez a kicsit ilyen frontális. Nem is kíméletlenség, hanem hogy figyelj, randizni jöttünk, biztos, hogy nem lesz semmi, ne húzzuk egymás idejét. Tehát, hogy ne üljünk be úgy valakivel, akivel már azonnal látod. Persze, nyilván lehet, hogy aztán a legrondább és a legnagyobb szerelem lesz, hallunk ilyet, nem jönnek be egymásnak, mégis valahogy összekeverednek és működik a dolog. De nekem ez nem egy bántó dolog. Tehát azért, hogy egy ilyen Tinder randira elmész, az a válasz egy csomó kockázatot. Vállalod, hogy hülyével találkozol, hogy bunkó, hogy nem akar fizetni, hogy megbánt, hogy te bántod meg, szóval ezért itt kimész úgy a húspiacra, hogy vállalnod kell azt, hogy valakit összemecseltél, de valószínűleg lehet, hogy hülyével jön össze, se nem szabad magadra venned, se személyes ügyet csinálni belőle, se más bunkóságát, vagy személyiségzavarát, vagy bántását a magadénak érezni. De hát ezért itt mondod, egy Tinderen mi megy? Hát ott milyen gyors találkozások, randik, éjszakák, megbántások, ghostingolások, eltűnések vannak. Hát biztos, hogy azért az épésszel kibírni, vagy lejössz nagyon a Tinderről, vagy hozzá vagy szok, vagy igen, sajnos ez itt így működik. Nem tudom. Én nem tindereztem nagyon. De vannak barátaim, akik nagyon csinálják. És nekik bejön? Nem igazán, de nincs más választásunk. Tehát, hogy arról szó, hogy egyébként hol? Tehát, de hogy elmész most egy hornapokra, elmész egy digibe, 40-50 évesen, hol a fenébe tudsz már úgy ismerkedni? És nem azt mondom, hogy a Tinder megfelelő, mert nyilván oda meg mindenki azért leginkább azért megy, hogy gyorsan legyen egy randi, egy szex. De hogy milyen fórumod van egyébként 40-50-esen? Facebook, öreg, Insta, nem írsz rá, követsz 20 embert, hol tudsz találni, busz megálló, kicsi az esélye. Munkahely talán. Munkahely, mindenki hülye, utálsz bejárni. Tehát, hogy mi a lehetőséged? Hova elmész egy bornapok talán? Nem, ha pasi vagy nőként leépítenek, ha nő vagy nem mész oda egy pasihoz, mert a van tartásod. Szóval egyébként nem könnyű ez a 40-es, 50-es párkeresés, hogy hol találod meg, hogy találd meg, hogyan ismerkedj. Szerintem ez egy nehéz helyzet. 30-20-30 éves elmész dizsibe bulizol, oké. 40-50 éves már nem ilyen egyszerű. És a 40-50 éves haverjaid azért regisztráltak erre a felületre, hogy alkalmi partnert találjanak, vagy azért, hogy mert az örök szerelmet. Keresik az örök szerelmet újra. Nem, keresnek örök szerelmet. Nem. Nem, sokkal okosabbak, ezt kinőtték egy 10 éve. Kerestek valamit. Nem, hát időtöltés, plusz 3 óra, amivel hát, ha bejön valami, tehát, hogy ilyen, amíg nincs jobb, addig ez legyen. De nem élményszerűen napi 6 randival, tehát nem így tolja például egy barátom, de fönt van, és ha van egy meccs, akkor, mit tudom, két hetente elmegy egy Tinder randira.
És akkor utána mindig fölhív, és megkérdezem, milyen gyors volt? Az előbb még az étterem előtt volt, állt nagyon gyors. Igen, nem ettek a desszert, nem is volt. Megint az volt, ami mindig. Lepatintották. Megint lepatintották. Mennyire másképp látjátok ezt a sztorit egyébként. De miért? Nekem egy csomó barátnőm van, aki így újra kikerült a húspiacra 45-50 évesen, és belehalnak, belepusztulnak ebbe a sztoriba. Tehát még ti alkalmi szexet kerestek, és nyilván van egy, a házasság után, hogyha kikerülsz egy hosszú távú párkapcsolatból, akkor igen, az első, mondjuk egy év az még izgalmas, hogy így keresgélsz pasikat, és akkor így összejönnek egy ilyen kis alkalom, és utána aztán összetörik a szívük, a lelkük ezeknek a nőknek, hogy újra és újra próbálkozik, és egyik se akarja őt tartósan. Csak ennyire, hogy így akkor elmegyünk és csinálunk. De ugyanennyit pasit is leoffol csaj? Tehát ez ugyanoda működik. Tehát a barátomat 43-szor offolták le. Igen. Csajok. Ghostingoltak, eltűntek, nem írt vissza, elment a randira, nem írt többet. Ezt a csajok ugyanolyan könyörtelenül megcsinálják szerintem. Tehát ez nem arról van szó, hogy ez egy ilyen férfi pálya, ahol szegény nők mennyi mindent átélnek, viszont a férfiak. Tehát ugyanúgy jön a nő, és ugyanúgy eltűnik, vagy nem válaszol, vagy undok vele, vagy leépíti, vagy nem ad magyarázatot. Tehát ez mindkét oldalról megvan. De akkor nem kell oda menni. Tehát, hogyha ebbe ők belesérülnek, vagy nem találják az igazit, hát tudjuk azért a Tinderen, szerintem nagyon nehéz, nem? Ritka az, amikor ott akadsz rá életed párjára. Más hát arra lett kitalálva, hogy szexrandi. Más attitűddel vagy ott, persze, nem? A Tinder így indult. Én az örök szerelmet keresném ott is. Ó, hányszor állnál te? Igen, szakadó esőben. Már megint egy örök szerelem. Na, egy hetes kapu telefonnyomkodásával. Halló, nem válaszolsz? Itt vagyok. Itt már fél órája csörgetnek, biztos, hogy itt vagy, jó helyen vagyok. Nincs semmi bajod, úgy aggódom, hogy úgy eltűntél. Igen, azért az így nehéz, igen. Ja, Istenem. A fiú rózsával jelent meg a megbeszélt helyszínen. Megláttam, megfordultam, gyors léptekben futni kezdtem. Loholt utána, mondta, hogy itt vagyok. Mondtam neki, hogy nem ismerlek, és nem is akarlak. Szegény. Szaladt rózsával. Egyébként ez kedves. Több mint 4 évig voltam szingli, mire végre megtaláltam a páromat Tinderen, 31 évesen ő 42. Na, tudod, tehát hogy azért van jó meccselés is, amikor mondjuk ő pár, igazi pár talál magának. És működik. Társkereső első próbálkozása és rácsak szimpi vagy nekem megvernél, ha fizetnék érte? De nagy nyoma. Mire én válaszként féltéglával? Jó. Vasútállomás várótermében vettem a bátorságot, és oda mentem egy számomra szimpatikus lányhoz. Lányhoz avrommal megkérdeztem, hogy mennyi az idő. Mire felmutatott a váróteremben kihelyezett fali órára. Itt véget ért a történet. Gábor, kitartás! Ja, Istenem. Haver dumáját szórakozó én a bárpultán, oda megy egy ismeretlen lányhoz, és azt mondja, szia Timi, nagyon szép vagy, jössz táncolni. Igen, jó, ezt nem olvasom, mert ez kicsit ilyen rondán beszél a lányokkal, meg nem is annyira szellemes. Borfesztivál, látom benned gyermekém anyját. Megtisztelő, de én már szültem, elhiszem, lefogytam, és nem biztos, hogy még egyszer vállalnám. Ez tiszta. Gyorsan elveszem. Ez tiszta. Igen. Csajt akartam felszedni, ráköszöntem tök normálisan, ő csak annyit mond, fúj. Érted, Gyuri? Tehát, hogy azért a másik oldal is megvan. Annyit mond, fúj. Se az, hogy szia, vagy ne haragudj, vagy van pasim, vagy nem, vagy most erre nem állok kézzel, fúj. No. Hogy mész így haza? Hát azért, azért ez legalább olyan könyörtelen, mint hogy a palit tudnak nőkkel bánni. Lezáródott. Szerintem a nőket se kell félteni. Itt azért mindenki benne van ebben a játékban. Orzasztó lelketlen. A fúj, az mondjuk elég könyörtelen. Fúj. Ja, Istenem, igen. Buliban kiszúrtam egy csajt, aki szintén egyedül táncolt, finoman odalögyögtem hozzá, rám nézett, és csak annyit mondott, veled biztosan nem táncolok. Tiszta, teljesen egyértelmű. Fel akartam kérni egy csajt a diszkóba táncolni, azt mondta, a gyerekkel nem táncolok. És mi a válasz erre? Mondtam, bocsi, nem tudtam, hogy terhes vagy. De viszont jó, itt ment az oda-vissza. Itt ment az oda-vissza. Igen. De mi a fórum egyébként? Tehát most tényleg te most mondjuk elválnál, hova mész ismerkedni? Azt mondod, Tinder húspiac? Nem? Mit csinálsz? Busz megálló? Tehát, hogy egyébként az tök vicces, hova hogy megy ezt meg nem merjük meglépni. Hogy egyébként egy szimpatikus nőhöz, vagy egy nő egyszer, hogy valamivel, érted, oda menni, hogy hello, ez vagyok, nem? Szerintem 10-100 ezerből. Elküldének. Hát szerintem igen, ja. Busz megálló, be vagy fordulva, gondolkozol, oda jön egy pali. Nagyon nagy kémiának kell ott lennie, vagy csillag együttállásnak, hogy erre egy nő azt mondja, hogy igen, fél, megijed, nem érti, hogy miért jössz oda. Ennél szerintem bizalmatlanabbak, meg,
meg félősebbek vagyunk. Lehet egy jó összekacsintás egyszer, hogy ez bejön, hogy átnézel egy kocsiba, de ez a busz megálló, oda menni ebből 10-8, már csak a tartás miatt is azt mondja, hogy biztos, hogy nem. Nem? Vagy rosszul gondolom, Juli? Nem. Meg egyébként azon gondolkodtam, hogy tök nehéz lenne újra kezdeni ezt az egész ismerkedési procedúrát. Tehát elindítani újra a nulláról egy kapcsolatot, úgy, hogy kitapasztalod a másikat, megtanulod a gyengéit, mik az erősségei, hogy úgy felfedezni a másikat. Hogy... Nézd, nem ez az evolúciója. Tehát mondjuk egy válás, vagy egy nagyobb szakítás után, vagy mondjuk egy ilyen párkapcsolati krízis, ahol gyerek és szétmentek, ott szerintem jön az önidő, jön az egyedüllét, jön annak az élvezete, jön a válogatás, jönnek a kisebb kalandok, tehát hogy ha csak nem vagy kapcsolatfüggő, vagy gyűlölsz egyedül lenni, de hogy szerintem te nem feltétlen ugranál bele azonnal, hogy akkor Lajossal összeköltöző, és akkor pakolgatod ott az okniát egy hét után, nem? Na, hanem igen, mondom, élvezed, és minden előnyét próbálod kihasználni, hogy egyedül vagy. Azt gondolom, hogy egyébként a nők valószínűleg így vannak húzalozva, legalábbis ez, de ezt lehet, hogy tök általánosítás, hogy egy hosszú távú párkapcsolat után igen lenne egy időszak, amíg ezt nagyon tudnák élvezni, és hogy hú, de jó lenne, és bárkivel, és bárki fel tudom szedni, aztán egyébként egy csomóan rájönnek, hogy egyébként nem tudják felszedni, tehát hiába regisztrál fel a Tinderre. Van olyan ismerősöm, aki úgy szállt ki a párkapcsolatból, hogy ő majd úgyis talál egy sokkal jobbat. És akkor felregisztrált, és azt hitte, hogy majd neki áll a világ, és akkor jött a hideg zuhany, hogy hát, nem kell, basszus, már soha senkinek. Túl nem. Ja, hogy már kifutott a piacról, úgymond. Igen, azt gondolta, hogy akkor ő még ad magának még egy lehetőséget, egy esélyt, és akkor ő majd élni fog, és aztán kiderült, hogy sehol nincsen ezen a piacon, és az egy óriási nagy pofon volt. Igen, tehát azt tudom elképzelni, hogy egy évig így nagyon élik ezt, és utána elfáradnak ebben a nagy vadászgatásban, és utána szeretnének újra egy komolyabb párkapcsolatot, és akkor utána jön egy ilyen nagy krízis, mert hogy nincs. Ti korosztályatok meg már nem feltétlenül vágyik erre. Aha, ja, értem, tehát mondjuk egy évig szingli, egyedül megtolod, de utána valakihez már jól lenne kötődni, vagy kapcsolódni mélyebben, de már akkor nem jön. És akkor már rohadtul nem jön, és na, akkor abba bele kell pusztulni. Visszament a előző kapcsolatába, barátnőd? Nem tud. Büszke a férfi. Meg már talált újat magának. Igen, ez egyébként nehéz. Ja, és egyébként igen, és a pasi boldogan él, és minden nap látja ez a barátnőm, hogy egyébként ott neki milyen szépen alakul az élete. De a barátnőd lépett ki? Igen. Mert hogy elég volt. De miért nem mindegy, akkor mi van a palival, vagy ezt nem értem. Ja, hogy ez még egy ilyen ego trip, hogy rossz neki látni, hogy mi van az exével. Vagy... Igen, tehát hogy ő azt gondolta, hogy kilép ebből a párkapcsolatból, és ő sokkal-sokkal boldogabb lesz majd egy másik párkapcsolatban, az elején vadászgat, és aztán utána majd megtalálja újra a nagy szerelmet. És a pasi talált valakit, jól van? És a pasi talált valakit, tök jól van, és tök boldog. És a csaj meg nyüglődik, kínlódik. Aha. És nagyon nem jön az igazi nagy szerelem, és nagyon nem jön az igazi nagy váltás, és már visszasírja, hogy hát igazából nem is volt az annyira rossz, de hát most már nincs visszaút. Ó, azért ez erős útkeresésnek tűnik így halva, egy kicsit, igen, bizonytalan. Ja, na mindegy. Hát ezt a jó témát is ezzel teszed tönkre. Hát nem, jó. Igen, nehéz, nem egyszerű egyébként ez a 40-es, 50-es párkeresés. Na jó, van, jövő mindjárt, köszi az SMS-eket, nagyon jókat küldtetek. 3 perc van pontosan 9 óra, Fundamenta játékosunkat hívjuk még utoljára. Valaki nyer még 200 000 forintot, itt vagyunk mindjárt. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Na itt vagyunk, gyerekek, pénteken a hétvége előtt, az utolsó órára ráfordulunk, 4:10 lesz pontosan 4 perc múlva, időjárásunk. Nagyszerű, már aki szereti azt, hogy mondjál esik. Így van, nap. Nagyon szépen köszönjük. Az időjárás jelentés támogatója a Kentucky stílusú csirkemelcsíkok a Marneváltól. Nagyon jó, gyerekek, és megcsináltuk az újabb lábas tartalmunkat, úgyhogy zajlik továbbra is a tudományos kísérlet, ezt nagyon leszúrt volna, ha ma már nincs tartalom, úgyhogy az OnlyFans-en zajlik a láb kísérlet, hogy össze lehet ebből szedni pénzt egy hónap alatt, és igen, mennyit. De kicsit elengedtük ugye a kezét ennek a sztorinak ezen a héten, de most sok egy olyan tartalom, ami mindent de most megint meg lábfetisiszták, lábkedvelők. Hát ha nem csinálod meg, akkor Eszter oda ment volna az ajtód elé. Igen, de megvan. Addig nyomta volna a csengőt, ami nem engedett be. Megvan egy plusz tartalom, ami fizetős, és megnézzük, hogy mennyi. Mennyire szalad meg, mennyire jön össze, így van. Mit csináltok hétvégén? Én nagyon szeretnék még egyet balatonozni. Ma nem még... lehetsz, megnézheted a vizet. Köszönöm szépen. A húgyázás, amit akartam. Hétvégén Vikivel Hellóra megy, azt hiszem holnap, mi meg balatonozunk. Bár ő is csak fölugrik a koncertre, de hogy így Balaton. Szerintem ez a terv. De ha mondjuk így be van borulva, és most egy ilyen laza 13 fok van kint, nem biztos. Nem, azért 13 nincs. De valami jó időt mondtak. Én még megfürdöm a balcsit, megcsobbanom. Lassú lehűlést.
Igen. Hát még a Balaton még mennyi? 25 fokos legalább. Hát egész héten nagyon meleg volt, úgyhogy ez jó a víz ilyenkor még persze. Kicsit az utószezon már, hogy ráköszönt, zárva a kedvenc helye, így lám mindent bedeszkázva, tudod, van egy ilyen nagyon érdekes zárva a strand. Uh-huh. Van az még egyébként nem is biztos, hogy zárva, de hogy minden egy kicsit úgy bezár, van egy ilyen érdekes utó élete ennek a Balatonnak. Kicsit olyan elmúlós, de szép egyébként. Sok levél már, zárnak a helyek, bedeszkázva egy csomó minden. Én szeretem, egy ilyen csendes elmúlás, üres visszavonulás. Szemét, fúj igen, a szél. Igen. Az ördög szekér átszalad. Igen, minden hónapnak megvan így a szépsége. Eltűnnek a turisták, ugye a tó egy kicsit úgy visszakapja a saját magát. Én ezt szeretem, kevés fürdőző, sokkal több madár. Szóval úgy jó, úgy visszakapja a természet, ami az övé. Jó látni ezt. Te is. Csomó kutyások. Téliesíted a házat? Minimálisan. Elzárod a vizet, például letéliesítesz, igen. Nincs már nagyon fagy, de mondjuk a locsolórendszer kifújod ilyen levegővel, és akkor elzárod a külső székeket, elrakod. Egy kicsit így fölkészülsz. Mi nem vagyunk ilyen nagyon 10 fokba lejárók. Tehát, hogy azt úgy nem annyira. És van az, amikor becsukod a kertkaput, és így visszanézel. Hogy majd jövök jövőre. Az most volt, amikor följöttünk. Tehát a kicsi az konkrétan sírt. Tényleg? Persze, hát 10 éves, tudod, 2,5 hónap szabadság, úszás, nem tudom, bringázás, pecázás, éjszakai fentlét. Hát ők ilyen nagyon nehéz szívvel jönnek el. Hát nekem pont ez jutott eszünkbe, mert mi ugye éltünk 5 évet úgy, hogy a fővárosban voltunk nyáron lent, a Velencei tónál, és szeptember 1-re föl kellett jönni. Uh-huh. És most olyan jó, mióta lent vagyunk, így pont a béka mondta, hogy nézd meg, menj mindenki haza, mi meg itthon vagyunk. Igen. Nincs vége. Ja. Soha. Egyre jobban tudnám adni ezt a Budapesten kívüli életet egyébként. Tehát, hogy a gyerekeknek nem lenne ez az iskolába bejárás, én már pattannék. Hát figyelj. Még úgy is, hogy van a rádió, hajlandó lennék naponta többet vezetni, ingázni, hogy olyan környezetből járjak be, ami már nem is csak az agglomeráció, hanem messzebbről, el a fővárosból. Vett nagyon ki, kezdem ezt élni. Vedd ki őket az iskolából, és tanítsd őket te. Ott hát a Feriék is vettek egy levegőt, és kivettétek valami őket, és beraktátok a Velencei súlyba. Tehát, hogy iskola van. Vagy én azt mondom, gyerekek, matekóra, indul a tanítás. Dolgozatot írunk. Nem, figyelj, ami itt megy a fővárosra például nyáron, szóval itt mindenki gladiátor, itt hősök vannak, gyerekek. Aki ezt itt tolja, szereti, éli, és ezt itt túléli egy nyarat ebben a fővárosban, meg ugye az egészet, hát olyan rezgés, olyan energia, olyan egymásnak feszülés, hogy ez itt gladiátor, itt hősök játszanak minden nap. Az utakon, az ebrán, a buszon, mindenki egy gladiátor. Le a kalappal tényleg, aki ezt a Budapestet így bírja. Nem túl szerethető, főleg igen, a belvárosban. De van, aki például nagyon éli. Tehát, hogy nyugatinál lakik, szereti, éli, és azt mondja, hogy neki ez a legjobb. 20 évesen tök jó volt. Nem, hogy 50 évesen, vagy 60 évesen. Ah, te szereted? Ugye, hogy nem. Mátrai lány vagyok, nekem azért visszahúz a szívem arra a részre, de hát nyilván a munkám ide köt, a lányom ide köt, minden ide köt, tehát hogy sajnos most ez van, de nagyon-nagyon sokszor nosztalgiázok. Tehát mikor elindulok Gyöngyöstől fölfelé, akkor azt éreztem mindig az életemben, hogy hazaérkeztem. Uh-huh. És az el tudod képzelni, hogy nyugdíjas éveidre leköltözöl? Simán el tudnám képzelni. Abszolút. Még ki tudja, mit hoz a jövő. Én nagyon-nagyon szeretem, de én a fővárost is szeretem egyébként. Egyébként kicsit ráismertem, Balázs, amit mondtál az őszről. Kicsit elmúlás hangulata van, de szép. Igen, ez meg kell szeretni. De szép, de szép. Ez pont olyan, mint én. Kicsit elmúlás. Igen. Elmúlás szagú. Nem akartam így mondani, de köszönöm, hogy te kimondtad. De ez szép ismertem. Igen, elmúlás szagú, de nagyon. De még mindig nagyon szép. És ha kiköltöznél Budapestről, de nem Balatonra, akkor hova mennél? Dunakanyar? Én szerintem Börzsöny. Szerintem igen. Tehát, hogy az energetikailag is, amilyen ott tér van, ott az biztos. Igen, sokat bringázom arra, és azt én nagyon szeretem. Tehát az egész Dunakanyari rész, az egy nagyon energetikailag is nagyon jó. Az tehát, hogy az brutál. Biciklizni is, kirándulni, mindenre nagyon jó. És a kettőán 25 perc, 30 nem perc, ha be kell jönnöd. Tehát nem is annyira vészes. Egyébként a Mátra is így van tulajdonképpen. Hát M3-as, tehát hogyha belegondolok, akkor egy óra alatt Budapesten még, vagy igen, tulajdonképpen. Napingázása szerintem az nem sok. Az nem de jó. Ha van valami dolgod, elintézed, itt úgy az szuper. Én valószínűleg arra mennék. Toltad ezt a Balatont egy nyáron keresztül? Lehet, de az is lehet, hogy Balaton. Hát azért az a víz, látok párokat, naponta háromszor jönnek fürdeni, nagyon cukik, bemennek együtt, kijönnek. Az a program, hogy napi háromszor, október végéig, ilyen februártól naponta háromszor jönnek, ott élik, és el se tudják máshol nem képzelni. Nem mondnád el, nem hiányoznál a zsizsgés. De szerintem, hát, de nyilván azért egy mozi, a barátok, egy vacsi, de hogy arra meg szerintem már felugrasz, nem? Tehát, hogy ez a 40-50 év, ez már az, hogy kicsit ki a zsizsgésből, és kicsit valami nyugalmasabb, aztán akarsz, akkor még lüktet kicsit, de
Most már nem látom magam havonta azért. Hány ilyen estéd van, ami mozis, színházat? Oké. Hát akkor értem, tessék. Hát neked Szalakomárban is jó lenne, érted? Hát akkor nem mindegy. Nem mindegy, elmenni Nagyvázsonyba is, nem mindegy. Mindegy. Én nem látom már annyira lüktetni magam a Divinóba ott a bazilik előtt, tudod, minden pénteken. Nagyon péntek este van, nagyon kell inni, nagyon kell menni, hajtani kell a izé csajokat. Tudod, ez valahogy, vagy ez így nincs. Elmúlt a varázsa. Ó, igen, hát nyilván, de hogy nem tudom, megszokja az ember. Ezt is, vagy nyilván van, aki szereti. Hívjuk gyorsan a nyertesünket, hívjuk még Andit, adunk neki 200 000 forintot, jó sok pénzt kihozottunk a héten is. Egyem. Múlt hét pénteken 5 emmet, ezen a héten 1 emmet, és jövő héten ilyenkor már nagyban beszélünk arról, hogy délután plusz műszakot vállalunk megint. De komolyan mondom, azért kaphatnánk valami dicséretet is. Hát, nem? Ez is felsimit. Egyszer az NMH azt mondhatnánk, srácok. Tényleg, egyet lehúzunk. Látjuk, hogy becsületesen igen dolgoztok már, délután is műszakot is váltatok. Ezért csak 6 millió. Hiszen amit mondtál 6-kor, Balázs. Hiszen amit délután mondtál, az nem olyan súlyos az, mint amit reggel mondtál volna, úgyhogy csak 6 millió. Andi, hello, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello, Andi, ciao, mi újság van? Honnan hívtál minket? Komáromból. Mi az kutya? Rálélhet valaki. Próbálom szerben tartani a gyereket. Gyere, gyere, hoztam kutyát, tudod, kutyás. Kicsit nehezebben tolerálom a kutyákat ezen a héten. Szállj be a vécébe. Csinálj valamit azzal a véreben. Addig mekkora a gyerek? Pici még, ahogy hallom. Igen, most lesz egy éves ebben a hónapban. Édesem. Jó, hát akkor ti még a... Még nagyon az elején. Az elején vagytok ennek első a történetben. Még naivan az elején vagyunk, igen. És jön a második? Hát ezt még egy kicsit jegeljük, ezt a témát. De hát nem. Csokos szerződéseteket nézzétek meg, sokan rájöttek, hogy igen. Az nincsen, az jó, akkor az jó. Akkor nem vagytok, akartunk fótet. Nem vagytok kényszerben, hogy mindenképpen kell nem, a második. Nem. És akkor te otthon a gyermekkel, gondolom. Így van. Nova, mit kell tudni a Petszóról, amit elküldtél nekünk? Hát igazából egy kis fenyőerdő szélén élünk, és ez egy ilyen dupla bálmagasságos lakás, legalábbis a nappalia. Fent egy galéria van, úgyhogy emiatt van ez a csodálatos megoldás, amit láthattatok, és elküldtünk nektek. Csapjak is bele, meséljem már. Igen, tehát egy ventilátor lóg, igen, közben nézzük a képeket, hogy nehéz átérni a hallgatók, azt csinálja nektek a klímát, vagy azt keveri a levegőt? Azzal próbáltok egy kicsit valamit keverni, vagy mi az a ventilátorod? Igen, kicsit meggondolatlanok voltunk, tehát szeretettünk fel egy klímát, és ugye a galéria miatt ez nekünk egy nyitott tér volt teljesen, tehát ez tök jól hűtött lentre is, fentre is. Viszont megtudtuk, hogy jön a gyerkőc, és emiatt ugye az elég veszélyesnek tűnt, hogy ennyire nyitott az a fenti rész, úgyhogy kitaláltam, hogy hát rengeteg könyvem van, akkor igazából könyves polcozzuk be, és akkor mindenki nyer vele, nekem tök szépen el vannak rakva a könyveim, és akkor gyerkőc sem esik le az emeletről. Hát aztán jött a nyár, ezzel és akkor vettük észre, hogy gyakorlatilag lezártuk igen ezt a teret, úgyhogy a klíma így már nem tud felfújni. És hát van nekem szerencsére egy baromi kreatív férjem, aki kitalálta, hogy hát akkor gyorsan egy álló ventilátort szépen így vízszintesen föltered a gerendára. A gyönyörű munka. Igen, mert gondolom az a lent 20, fönt 30, nem? Vagy lent 25, igen, fönt 35. Lent ilyen 24 fok, fent meg azért majdnem egy 10 fok különbség, igen. És hát ezt annyira jól megoldott, hogy hát még kapcsolgatnunk se kelljen, hogy egy ilyen is megoldással lesz, gyakorlatilag applikációról tudjuk vezérelni, úgyhogy... Vérprofi. Nagyon jó. Kupán mentek egy, és akkor a 34-et leviszi 32-re, vagy átkeveri kicsit a levegőt, hát, legalább? Egyébként egész jó hatékonysággal dolgozik, mert ilyen 28 fokra tudjuk a fenti részt így ezzel hűteni. Úgy egész jól. Na jól van, Andi. Két oka van, hogy elköszönünk tőled, az egyik a gyereked. Nem, de hogy is... A gyereket már telefonálgassa el. Igen, a gyerek már azt mondja, hogy anya velem foglalkozni, ne telefonálgassa el. Figyelj ide, akkor egy kicsit próbálunk nektek segíteni, egy 200 000 forintos ajándékkal megturboznánk ezt a kis lakásfelújítás, vagy rendbehozás, vagy akár klímaszerelés föntre, vagy bármi, amit szeretnétek. Váló, szuper, nagyon-nagyon köszönjük. Szuper, tökéletes. Oké, köszi, hogy írtál, mutatjuk pontosan, figyelj. Gratulálunk! Az önnyereménye 200 000 forint készpénz a Fundamenta jóvoltából. Nagyon jó, gratulálunk! Akkor köszi, hogy elküldted a levelet, és akkor küldjük a pénzt, hát ha ki tudtok találni valami jót. És hát sok kitartást a gyermekhez. Köszönjük szépen, köszi. Hello. Szerintek van olyan valaki, akinek már van gyereke, kamasz, de meghal egy ilyen gyerek ügyügyögös, és azt mondja, hogy ó Istenem, még egyszer. Van így? Ti ilyen kicsit elpárásodott tekintete hallgatjátok? Például Andi gyerekének a
gügyögését. Most, hogy az egyik elment egy évre, én simán mondanám, hogy gyerünk béka. Amit a fülesbe ugye azért elég erősen ne, jön. Igen? Akkor is. Ja. Hogy újra el tudnád képzelni, cumi süveg, tápszer, pelenka, igen? Én egy pár napra, egy pár órára bevállalnám. Hát jó, de az elviszel, viszont a járáskor, hát vagy mit csinálsz? Igen, nem, odaadom neked, és akkor körbejárosztában. Ja, körbeadjuk. Igen, legyen egy ilyen szűn, meg közös gyerek. Jó. És együtt felneveljük. És havonta mindig váltásban van a gyerek. Igen. Jó, egyet van a Lacinál egy hónapot, nálatok, nálunk. Lacinál ne legyen. De, legyen Lacinál is, hát megoldja. Én is, mindenki kap egy gyereket egy hónapra. Én például olyan szívesen szoptatnék újra. Ott tetszik mondani? Olyan szívesen szoptatnék újra. Jó volt. Rengeteget szenvedtem vele egyébként, de hogy az egy annyira csodálatos dolog, amikor egy nő szoptat. Az fantasztikus, amikor egy gyereket merre vesz, és akkor az úgy... cicizik. Szóval az valami olyan pillanat. Igen. Jó van, Balázs. Be tudjuk osztani, hogy kifekszik oda. Tehát az általában sokszor megrágják, kisebesedik, küzdenek, nem jön tej, izgul, hogy jön a tej, nem eszik rendesen. Tehát azért látod a másik oldalát, és értem maga a táplálást. Küzdöttem a fiammal, az a kínszenvedés volt, minden szoptatás másfél óra volt, rettenet. Ahogy letettem, már kezdtem a következőt újra, tehát ez egy nyomorúságos gyötrelem volt. De bele tudnál vágni, ha biológiailag alkalmas lennél? Nem úgy értem, hanem hogy használják, hogy Juli, nem úgy, minden tökéletesen átjárható a PETE vezeték, kedves Júlia, semmi baj, olyan egészséges, amit a 20 évesen hat szóljon. A dur bele még egy jöhetne? Éjszakázás, fogjön, bölcsöde, tehát minden, amivel ezer el tudnád kezdeni még egyszer? Nincsen már bennem akkora lelkesedés, igen. Nem valószínű, hogy végig tudnám, vagy végig akarnám csinálni még egyszer az egészet az elejéről. Igen. Hogy már négy kéz lábazik, akkor kicsit már szaladni felállal. Kell, elindul, igen, mindent a szájába, ja, ez játszóterezel, mi az ott, egy kapcsa szájban, ne nyeld le. Beszoktatás, tehát hogy az egész, ezen gondolkoztam, amikor hallottam ezt a gyerekügyögést, hogy mit vált ki belőlem, tudod, hogy wow, de jó volt, még egyszer, gyerünk, csapjunk bele. Van-e valami kaltes kibizsergés esetleg? Nem, hanem hogy tudod, hogy meghalok, hogy ránézik egy ilyen gyerekre, és azt mondom, hogy wow, úristen, hát köszönöm, hogy minden együttérzésem a tiétek, tudom, hogy mibe vagytok, hajrá, sok szerencsét, imád én is, nagyon nehéz volt, de hogy ezt hiszem, hogy ez az, amit már nem szeretnék még egyszer. A terhességet nagyon szívesen vállalom. Tehát én kihordom a stábnak. Én azt gondolom, hogy nem vagy veszélyben. Na, most a szemben volt, tehát, hogy talán Feriben csillog valami, de hogy én így nem gondolom, hogy... Szóval, hogy a terhességet nagyon szerettem, az első pár hónapot, és azt is azzal egyébként, hogy senki nem aludt, tehát hogy egyik gyerek se volt jó alvó, tehát hogy ezeket a részeket én így... De lehet, hogy csak az idő szépít meg mindent. Igen. Igen, én szerintem az idő nagyon sokat megszépít. Meg elfelejtesz egy csomó mindent. Az idegeskedést, az éjszakákat, a nem alvást, a sírógörcsöket, a jaj, miért nem csinálom jobban, nem csinálom jobb, miért sír, mindent meg. Tehát ezek szerintem azért úgy megszépülnek, de igen, az a lelkalapból, aki mondjuk ilyen 40-45 és azt mondja, hogy gyerekek, csapjunk bele, akkor még egyszer hadd szóljon. De nem tudod elképzelni magadról? Kicsit se. Szökjenek szárba. Más a felállás szerintem a pasiknál, azt is elmondom, hogy miért. Mert ugye a pasiknál ugye az a recept, hogy ugye, hogy sokszor elválnak, jön egy 30 éves menyecske, és a menyecske azt mondja, hogy tudom, hogy már ennyi idős vagy, de annyira akarok gyereket, semmit nem kell csinálnod. Igen. Fel kellek hozzá, csak csináld meg nekem. Hát van, aki az első gyereknél is ezt csinálja. Igen, de én beleálltam. Tehát, hogy nyomtam, igen. De vannak azok a pasik, azok nem tudom, hogy csinálják, vagy hogy tudnak nyugodtan a tátott szájjal horkolni, hogy a nő ott küzd egy hete, és nem alszik. Ez nekem egy kicsit mindig fura. Van ilyen ismerős, hogy én nem kelek föl. Mondom, hogy én biztos, becsukom az ajtót, de jól az, hogy nem az én dolgom. Mondom, ez kicsit erős, de mondom, jó, hát ki hogy csinálja. De ugye ott egy pasinál szerintem tök más, mert egy pasi mondjuk, ha 55-60 évesen vállal, azt már sokszor nem attól a nőtől, akivel mondjuk házas volt és 30 évet leért, hanem elválik és belelép ugyanabba a folyóba. Jön egy fiatalabb, 30-35, aki azt mondja, hogy bármit nektek, csinálj nekem gyereket, de nem is kell kelned. Én intézem, nem lesz vele dolgod. Szerintem 50-60 évesen már nem stresszelnél annyit, már jobban aludnál, már felneveltél 2-3-at, már tudod, hogy enni fog és úgyis aludni fog. Tehát, hogy megváltozik, tehát több marad a nőre. Tehát más neked bevállalni mondjuk 45-50 évesen, meg más mondjuk egy palinak, egy fiatalabb nőtől bevállalni. Tök más a dinamika szerintem, mint első szülőként belász, és 30 évesen ott vagy, és idegeskedsz, és pelenkáért mész, és segítesz a feleségednek, és te is fölkelsz, és próbálod leváltani és csinálni. 50 évesen azt mondta, hogy figyelj baba, lesz gyerek, de éjj, az a helyzet. Hát akkor vamos, én kettőn túl vagyok, neked ez az első, sok szerencsét. Én már kettőt fölneveltem, láttam mindent. Ez a sztereotíp, nyilván vannak, akik ugyanúgy belállnak, még egyszer csinálják, tehát nem általánosítok, csak kicsit mondom, hogy nagyjából ezt. Tök más szerintem nőként bevállalni még, meg mondjuk paliként, nem? Más de, a dinamika. De, hogyne, persze. Mi most kezdünk újraélni a férjemmel. Én szerintem ez a férfiakra is igaz.
hogyha kirepülnek, vagy a párjukkal, vagy egyedül, vagy ha még jó házasság, akkor a feleségükkel, férjükkel, hogy újra egymásra találnak, és ha még nem üresedett ki, akkor ők még... Hogy nem az, hogy ránézel, és azt mondod, hogy te ki vagy itt mellett. De újra meg tud találni magad, ez egy nagyon jó korszak szerintem. Igen. Ahogy fölnőnek és kirepülnek, hogy újra van én időt, ki vagyok én, hogyan definiálom magam, a szülői definícióm eltűnt, ki lettem. Én vagyok Juli, én vagyok Balázs, én vagyok Feri, de már nem szülő vagyok, mindig szülő vagyok, az maradt. De nem a napi rendelkezés előszülő, hogyan tudod összerakni magad? Mi az öndefiníciód? Eltűnt egy szerep. Milyen szerep maradt még? Ki vagyok, ki az ember mellettem? Hogyan tovább? Nekünk ketten együtt? Mi érdekel? Mennyit változtam? Föl tudod tenni azokat a kérdéseket, amit 20 évig nem tudtál, mert napi verkliben nevelted, mentél, csináltál, de egyszer csak ott van egy reggel, hogy nincs dolgod. Na, ott jönnek a kérdések. Olyankor nem, szokott, vagy az önismeret. Olyankor szokott a legtöbb párkapcsolat ugye bedőlni. Mert már egész egyszerűen nem kell arról egyeztetnünk, hogy ki hozza. Bedől az előbb, csak akkor válnak el. Igen, de oké, az már akkor gyakorlatilag nem csak akkor fenntartottad a kapcsolatot. Igen, nem akkor üzemeltetted, életben igen. tartottad, és akkor utána most jöhetne a közös idő, és rájöttök, hogy nincs közös időtök. Én szerintem az már előbb bedől, csak maximum együtt maradnak, amíg mondjuk ki nem repülnek a gyerekek. Ugye van a Poppernek ez a nagyon híres mondása, hogy 80 éves voltak, ugye, és bemegy a bíróságra egy idős pár, hogy hát ők szeretnének elválni. És kérdezi a bíró, hogy miért tetszik elválni? 80 és hát nem sokára halál, és akkor mondja a mama, hogy hát igen, szeretnénk elválni, papa 82-80, csak meg akartuk várni, míg a gyerekek meghalnak. Ána! Jézus! Csókolom! Ekkora mondat, imádom a Poppert, akkorákat mondod. Nagyon nagy mondat. Ja. Tehát szerintem, amit mondasz, hogy akik bedőlnek, azok szerintem már előtte bedőltek. Hát azok már rég bedőltek. Azok valószínűleg bedőltek. De ott aztán teljesen beadják. Na és akkor neki? Gondold el, hogy nincs házasságod, nincs gyerek, na úgy öndefiniáld újra magad. Na az egy nagy meló, hogy akkor most egyedül én mi vagyok még. A feleség szerep is eltűnt, meg a szülői szerep is hátrébb ment, mert a gyerekek kirepültek önállóak. Mi maradt? Én. De ki az az én? Szóval az egy nagy meló. Lehet keresgélni. Lehet keresgélni, lehet válaszokat találni. Onnan indul el az igazi önismeret szerintem. Vagy onnan is akár. El kell menni hegyet mászni. Például, úgyhogy hajrá, igen. Lesz valami túra, Juli? Mész? Mi a következő? Hova? Mi a következő, hova mész? Mit csinálsz? Egy sima kis múzeum látogatás a Zeneházában, ez nem te vagy. Valami extrábbat csinál hétvégén. Ja, lesz egyébként extra. Na jó, várjál, menjünk el hírekre. Meg, hogy elmutatod el a társadalmat. Én már nem akarok több büntit összeszedni. 9:50 van pontosan, mindjárt jövünk a hírek után. Itt vagyunk, jó reggelt, hello drága hallgatók. Hello. Mutatjuk, hogy kész a tartalom, megcsináltuk. Elkészült a lábtartalom, úgyhogy OnlyFans kísérletünk zajlik tovább. Bazsaria OnlyFans oldalán lehet megnézni a lábtartalmakat. Feri fekve, Laci állva. Ez most erős a sikered. Erős volt, két tartalom is készült. Hát wow. Nyilván csörögjön a kassa, és akkor megnézhetitek a tartalmat. Na mutatjuk, hogy mivel foglalkozunk. Buszjárat indul Pandorba, arról beszélgettünk, hogy gazdaságilag ez megéri-e, mennénk-e így Pandorba, kiül föl erre a buszra, mit hoztunk, illetve buszos kirándulások is szóba jöttek. Na, ki lehet venni. Hoppi, a bulást! Ja, te inkább tűszöksz? Vagy köhögsz? Hát nem tudom. De az biztos, hogy befostam valami. Ebben a korban van. Valami beszaladt. Úgy érzem. Jaj, ki valami kiszaladt. Szóval ez volt az egyik témánk, a másik meg, hogy milyen gyorsan patintottak le. Randis történeteket vártunk, ahol a lehető leggyorsabban patintott le fiú, lány, fiú. Nagyon jó SMS-eket kaptunk. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen. Maga a Pandorfot üzemeltető park indítja, hogy minél több embert vigyen oda. El tudom képzelni nekik ez akár egy, lehet, hogy egy kicsit nem tudom ráfizet, és nem jön ki olyan nagyon, de elindul mondjuk egy 20 fős busz, 15-en vannak a buszon, és akkor az is nyilván ott elköltik a pénzüket, tehát vásárolnak. Csak gondolkoztam, hogy azért úgy tudod, hogy fölülsz egy fasírozott a zsömlével, mellét beül Ilona néni, és akkor ott kedélyesen elbeszélgettek, de valószínűleg piaci rés. Gyakorlatilag ugyan kirándulásnak tudod álcázni. Osztály kirándulás. Vagy Marika néni tényleg a barátnőjével fölülnek, viszik a sonkás zsemlét, eldumálnak, nézik a tájat, körbe mennek, az hazajönnek. Voltatok valaha városlátogatáson ilyen busszal, ilyen buszos úton? Én elég sokat mentem busszal. Tehát, hogy, városlátogatáson nem, de buszkirándulás, én megjártam Korfut busszal, megjártam Barcelonát busszal. Tehát, hogy De Barcelonába elmentetek, és akkor körbe ment a busz Barcelonába. Ja, ne, ja hát, nem, ja, nem, igen, és utána jöttünk haza. Tudod, egy-két órát voltunk Barcelonába, és két napot vissza. Nem, hát régen azért nagyon mentek ezek a buszos kirándulások, amikor még drága volt a repülő. Ugye 90-es évek mi volt? Utazási iroda úgy ajánlotta neked az utat, hogy busszal vagy repülővel. És akkor busszal volt, mit tudom én, 30, egy hét, és repülővel még 110. És hát ugye nem volt pénzed, és akkor mondtad, hogy persze, hát a busz az olcsóbb. És amikor fölültél a buszra, jöttél rá, hogy Korfu,
Az nagyjából hogy, 24 óra, de akkor tört ki nekünk a Balkán háború, vagy végzett, vagy akkor lett úgy vége. Szerintem mentünk vagy két napot. De Spanyolország is meg volt busza. De mondjuk az kaland fiatalon, tehát szerintem az jó gimiben elmenni. Nekünk volt ilyen. Felnőttként le a kalappal, aki végigül két napot, hogy lássa Barcelonát, vagy más felett. Ha nincs más. Figyelj, azt mondtad nemrég, hogy neked azért listán van ez az Annapurna trekking. Igen. Busszal kell menni? Aha. Akkor kihúzva. Katmanduból átmenni a Himalája lábához. Hány igen? nap, vagy hány óra az? Az egy kb. 300 kilométeres túra. Én azt hittem, hogy jó. 13 nap, tudod, amilyen buszutak vannak ott. Hagyjál már, hát nem lesz itt semmi gond. Az 9 órás, hát 10 órás igen, buszút az volt, és utána még egy jippel egy ilyen offroad túra. Hát. Van, aki fél a repülőtől, írja, hogy ő nem ül föl, és akkor marad a busz meg a vonat, azzal járnak. Igen, és akkor úgy mész nyaralni, hogy fölülsz éjszakai vonat. Az oké, szerintem, ha vannak jó minőségű vonatok, meg szerintem alszol egy jót, vagy ilyen hálókocsis, az rendben van. Emlékeztek, de a busz azért az nagyon összezárt közeg. Milyen buszokkal indultunk el? Mivel? És levette a cipőjét. Fasírtot evett. Klumpában vezetett. Mindenkinek. És úgy szálltunk fel rá, hogy senki nem kérdezte, hogy ez hova megy, mikor fog szétesni, és van-e benne biztonsági év. Nem. Semmi. Elszállt rá az egész osztály, és mentünk. Jézusom, Görögországba így. Így. Elindultál, tudod. Aha. Ilyen csoda, hogy odaértél igen. buszokkal. Igen, de tényleg. Igen, és akkor kőpapíroloztuk, hogy ki fog éjszaka az üléseken aludni, és ki fog az ülés előtt leterített hálózsákra ilyen magzatpózban összehajtogatva. Úgy, hogy tele volt minden csomaggal, mindenhonnan minden lógott. Jézusom, és mekkora bulik voltak. Pont mai napon történt, 6 éve 25 euró repjegy Mallorca, reggel ki 9 strand, egész nap tütüke, este totál a haza óriási buli volt, 20-an mentünk. Jézus Mária. Jó, mondjuk ez a tehát ezt 20 évesen diliből, ezt simán bevállalod. Hogy gyerekek, 5-kor találkozó a reptéren, 10-re kín vagyunk Mallorcán, fürdés, és az esti géppel hazajövünk. Hát ez dílibből 20 évesen. Ha elmész Mallorcára, akkor már legalább egy éjszakát ott töltesz, nem? Hát bevállalós, igen. Az, hogy reggel mész. Ez a horvát túra is, fölülsz reggel, kimész 10 órát, úszol 3 órát a tengerbe, és visszabuszozol 10 órát. Nagyon kell szeretni a tengert. Ezt le a kalappal, aki ezt bevállalja. Csobbanásnak hívják, nagyanyám törzsutas. Csobbanás. Csobbanás, ez jó. Milyen gyorsan pattintottak már le randin. Tinder randin találkoztam egy fiúval, megláttam, és annyira láttam, hogy nincs meg a kémia, hogy a kávéhoz előtt mondtam neki, hogy ne haragudjon, de egy kávéra se akarom lehúzni. Ez szerintem korrekt. Ez korrekt. Korrekt, de ha már odáig eljutott, nem viszod meg azt a kávét. Nem, hát ránézel, biztos, hogy nem lesz semmi, nem tetszik, akkor, a idegrásztől, és megmondod, hogy figyelj, ne haragudj, nagyon mellém, bocsánat, nem. Szerintem tök tiszta. Én sose tudnék ilyet csinálni. Júli, te kisebb dolgokat sem. Tehát, hogy te még haza kísérnéd, megsétáltad a kutyáját, kitakarítanál neki, és azt mondta, hogy ne haragudj, hogy... Együtt élnénk másfél éve. Igen, tehát te nem ez vagy. Én ezt bírom. Ne haragudj, bocs, nem erre számítod. És kész, már el is kell menni. Tinderen pár nap kellemes beszélgetés után megkérdezte, szeretem-e a tökhőzeléket. Mondtam, hogy nem. Közölte, hogy akkor nem lehet semmi köztünk, és örökre letiltott. Tök jó arc. Én szórakozáján próbálkoztam be a pultos lánynál, próbáltam elkérni a telefonszámát, csak szimplán annyit mondott, hogy nem, mert ronda vagy. Jó, de ez annyira igen. Olyan tetű dolog. Igen. Össze kell szednetek a bátorságot ahhoz, hogy odalépjetek egy nőhöz. Azt el lehet küldeni finoman is. Azt is lehet neki mondani, hogy figyelj, van barátom, ne haragudj. De azt mondod, hogy figyelj, ronda vagy. Mekkora tahóság már ez? Oké, okay, de nézzük a másik oldalt. Lehet, hogy 26-szor kérték el a telefonszámát, részeg volt, izzadt, bunkók, gértete. Nem tudod, hogy mi a szitu. Gondolom nem egy ilyen kis szemüveges, aranyos kézmorzsoló fiú ment oda, hogy szia, szeretném meg ilyen számot. De erős, valóban erős. Valóban erős. Valóban erős. Ebben van már szerintem egy-két pultos év, amit úgy letoltál, és már úgy nem nagyon tudod ezért ezeket a helyzeteket kezdeni, naponta 100-an akarnak fölszedni. Nem, mert ronda vagy. Van mi kérdés? Szóval, na, akkor tagadom. Hosszú a sor. Kellemesnek induló Tinder beszélgetés, megkérdeztem, milyen magas, mivel nekem fontos, hogy magasabb legyen nálam a pasin. 165 cm magas volt a fiú. Irreledelmesen írtam neki, hogy ne haragudjon, de nem egymást keresjük, mivel én 175 cm magas vagyok. Válasz, szó, hogy meg zsiráf. Majd letiltott. Bocsánat, nem a csajon nevetek, de hogy mennyire prostok tudnak lenni az emberek, nem? Első randi a hölgynek olyan tájszólása volt, hogy alig értettem, hogy amíg mond. Végig kellemetlenül éreztem magam, majd kapott egy kamu hívást, és mennie kellett. Aha, szép. Amikor vannak beépített barátok. A taxiba beült egy bombázó, megyünk két címre, és közben ment a Hungária zene. Mondom a csajnak, erre a zenére akkoriban rock and roll bajnok voltam.
A csaj csak ennyit szólt, én meg kis csoportos. Mennyire jó! A további utat csendben tettük. A további utat csendben tettük meg. Nem volt a Kamara erdőnél megkérdeztem a hölgyet, hogy autós kaland játszik-e, erről annyit mondott, hogy ha ebbe kell beszállni, akkor nem. Én bírom az ilyen talpra esett csajokat. Randi előtt miről foglak megismerni, kérdezi tőlem a lány, azt írtam neki, ha megy feléd egy srác, és arra gondolsz, hogy Istenem, csak nehogy ő legyen az, na én leszek az. Ja, ez egyébként jó duma. Ha azt gondolod, nehogy ő legyen az, az én leszek. Jövök feléd. Van egy bevált szövegem, annó egy szorokozén oda léptem kicsit piásan a hölgyhöz, és elsütöttem neki, hogy lennék a légutas kísérőd az erotika füllet fellegei között. Úristen, mennyire szekunder. A csaj annyival leuntott, hogy akkor zuhanyol le a repülőt. Ez egyébként jó. Jó, hogy ennyire rossz dumára nincs nő, aki szerintem felkapja a fejét. Tehát ha lennék a légutas kísérő az erotika füllet fejő között, ez annyira rosszul modoros, vagy ha már nagyon be vagy rúgva, és viccesen direkt vagy ennyire modoros, akkor adom. Táncoltam egy lányal, úgy láttam, szimpatikusok vagyunk egymásnak. Odasugtam a fülébe, szépek a szemeit, szépen visszasugta a tiéd, viszont nem, megfordult, és soha többé nem láttam. Nekem volt, hogy köszönés után rögtön nem. Ő a rekorder, ő a legjobb. Szia Laci, nem. Azt a mindenségét neki. Tinderen beszélgetünk, megkérdezem, mit csinálsz? Most mondom, tanulok a Kressz vizsgámra. Visszakérdezett, hogy nincs jogsít, meg kocsit, mondom, nincs már, tiltott is. Ott is tiszta, igen. Balázsi! A Rádió Egyen! Nagyon hívjuk még a naphallgatóját, meg még Feri elmondja a receptet is. Nem mondja, mert nincs, elfelejtettem, gyerekek, nyomorom van, ne haragudjatok, hétfőre hozok, jó? Ha, de nem baj, hát elment a család, hát megvan, hogy bocsátom. De tényleg. Nem, más dolgokkal volt elfoglalva. Te voltál A. Elkezdtem a videót vágni az extra tartalommal a lábas oldalon. Mm. Akkor jutott eszembe, hogy mindent csináltam, csak azt. Igen, tessék. Balázsék, jó reggelt, hello. Szia! Ciao, hello, te vagy a naphallgatója, mert nagyon tetszett a te történeted, amit írtál nekünk. Szerintem még lehet, hogy a bestokban is önne volt. Hogy hívnak? Erika vagyok. Erika, ugye te vagy a 175 cm magas lány, akit letiltott a csávó. Lezsiráfoztak, aztán letiltottak. Igen. Nagyon szerettük a történetedet. Úgyhogy, hát nem számított rá, hogy nyersz, de van egy ajándékcsomagunk azért neked, ezt megmutatjuk. Figyelj! Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50 ezer forint értékű Luxolja étrend kiegészítő termékcsomag a luxolja.hu jóvoltából. Hoppá! Van egy ilyen. De jó, köszönöm szépen. Milyen belevaló hajunk csaj vagy. Igen. Azóta van lett pár? Nem megérte, hogy lezsiráfoztam. Igen, most már nagyon bánja. Mit hoz neked ez a sztori, igen. Jól van, köszi, hogy írtál, jó hétvégét. Én is, köszönöm. Ciao. Hello. És akkor hívunk még egy nap hallgatóját, mert tegnap elmaradt, viszont van szponzorunk, úgyhogy akkor... Elégítsük ki a szponzort, mert akkor ma hívunk még egyet, és akkor a tegnapit elbeszéltük az időt. Nem maradt rá lehetőség, de akkor följön most még valakit, és kap ő is akkor egy ajándékcsomagot. Ha fölveszi. Ha nem veszi fel, akkor is megkapja, nem? Mai? Na hív. Vedd meg fel. Attila nem veszi föl. Balázsék. Ah, mondta is, szerintem mondta. Haló, jó reggel, csáó, Balázsék volt, vagy a haló tessék volt? Balázsék volt. Nem tudom, én úgy hallottam, én elfogadjuk. Attila, haló, jó reggel, csáó. Jó reggel, sziasztok. Igen, most nem értem, a csajnak volt egy zsiráfja, kérdezted ezt te is, ugye ráfűzve a történetünkre. Nagyon tetszett neked. Mit szólnál egy nyereményhez, adnánk neked, örülnél? Most az egyszer, na figyelj, akkor kapsz egy ajándékot, hallgass meg. Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50 ezer forint értékű Luxolja étrend kiegészítő termékcsomag a luxolja.hu jóvoltából. Van egy ilyened is, mit szólsz? Hát fantasztikus, nagyon jó, köszi, srácok. Hol hallgatsz minket, Attila? Tatabányán, jól van. Köszi, hogy írtál ma. Ciao, vigyázz magad. Hello. Ciao, hello. Gyerekek, hát akkor hétvége. Marikán. Gyerünk.
Vámosz. Ez az illat, ez most olyan, mint a te előző lakásodban a kínai kifőzde. Ilyen illat volt konkrétan. A fermentált zöldsége nem arattam nagy sikert. Ez szerintem egy hétig, de beette magát. Nem baj, annak körül, hogy egészséges lesz. Jövő héttől két naponta jön. Alaplé és fermentált zöldség. Rendelem magamnak. A mikrobiomodat rendbe teszi. Egy hét alatt. Arcpakolás jelz belőle. Nagyon fontos, hogyha most elkezdtek nekem az Instagramon írogatni, hogy mondjam meg, hogy honnan rendelek, és mi az a mikrobiom, és mit teszem, ezt mind a Jani oldalán tudjátok megtenni. A Jani ügyes megválaszolja, tudja a választ, jó? Senki ilyenre nem tud válaszolni. A másik, nem tudom, te érted, de Feri, hogy elindult az iskola, és napi 200 üzenet jön megint, hogy mondjunk fel videóüzeneteket. Az, ne küld, én már nem is válaszolok rá. Hogy legyetek, hogy nem. Egyet fölmondanánk, de hogy ebből napi 100 jön körülbelül. De hogy mi üdvözlöm Józsikát, aki elkezdte az első évben. A gimnáziumban vagy, indultok a 4. A napon, drukkolok a 4. A-nak. Tehát, hogy ebből ez kitört a szeptember, tele van a postaláda, big no. Nagyon szeretünk benneteket, de nem. Igen, és nincs mikrobiom, dióta és alapdé. Felnőtt ember vagy, találd meg, járj utána. Keres rá! Ez nem egy kérdez felelek oldal, csak mondom, jó? Azonnali tiltás jár az ilyen típusú kérdésekért. Nem, egy tiltás nem nyilván, de nem lehet minden megválaszolni. Gyerekek, akkor szuper hétvégét mindenkinek. Legyen jó. Viszont kívánjuk. Kerek. Hétfőn talizunk. Sziasztok. Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.